Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen is nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy, csak pirítod a hasad. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók. Itt vagyunk, gyerekek, és egy újabb hetet kezdünk el. Ebben a pillanatban nyálkás, nem túlságos a hideg idővel, de minden esetre valami van az úton, ami kicsit csúszik is. Aztán már beérsz a városba, már nem annyira. Ez a röpke jelentés. Köszönjük szépen. Ennyit tudtam hozzátenni az időjárás. Ez mi esik, gyerekek? Sikerült a halmazállapotot megfejteni? Eső, ugye? Hogy leginkább. És izgultam, hogy lefagyós eső-e, de nem. Igen, de nyugi van. Igen. Ebből a szempontból. Legalábbis itt Pesten és környéken, ahonnan mi jövünk. Ahogy Ákos mondta itt az első megszólalásunk előtt, még így a hírek előtt, hogy egyetlen jó híre van az, hogy rossz lesz az idő. Ez volt az egyetlen jó híre? Ez nem jó, hogy rossz lesz az idő. Hát nem lesz túl jó idő egyébként ezen a helyen, tényleg. Hát ilyen, ez a minek kategória. Jó, de minek? Le egész héten ez lesz? Igen. Én nem nagyon látok napocskát itt az ábrákon, a piktogramokon, amiket nézegetek sajnos. Igen, de mínusz se lesz legalább. Hát hétvégére azt ígérték, hogy jön a lehűlés, ugye úgy búcsúztunk pénteken, na az nem érkezett meg. Az hát nem. Kis izé tök jó idő volt. Majd valamelyik akármi. Gyerekek, pillanat, mindjárt mindenbe visszakapcsolom. Csak gyorsan teniszre kapcsolok, aztán utána már mehet is tovább a reggel. Hol? Ki adja ezt? Írja már meg nekem valaki. Hát, ez tévé. TV állomás. De hogy Eurosport vagy Digi, ugye nem ezek ketten? Hát, a büdös franc, de hogy a Nadal játszik, az egész biztos. Egyrészt írja az egyik kedves hallgató, megint is láttam reggel, hogy Józsi, ő Józsi. Jó, tényleg, itt van. Józsi? Van egy magyar is benne az élvonalban. De Józsi játszik a Nadallal. Józsi és Nádja. Na gyerekek, Józsi, Nadal, jó van. Kettőnúra vezet a Nadal. Egyre rondábbak ezek a cipők. De ő a 9. a rangsorban, hogy rá van írva a cipére, hogy 0-9. Az miért? Hát, mert, hogy nem tudom. Menő az? Az nagyon menő. Majd 9-nek lenni a világban valamiben, az jó, bár a Nadal biztos így előrébb van, nem? Második. Mi az a 0-9? Nem, most nem második, most Roger a második. A 0-9 a cipőjén? Vagy lehet, hogy egy ilyen kód van neki, hogy az a bal? Nem. Szóval figyelj, Nadal, amin a szám van, az a nem író kezet felől levő. Vagy most jött vissza egy sérülésből, lehet, hogy a Garros győzelmének a száma, azt nem vagyok benne biztos, meg Grand Slamnél több van. Aha. Tehát a Grand Slamnél több van, 10 akármennyi, de lehet, hogy a 9 az, nem, az viszont Garrosból egy kicsit lehet, hogy sok lenne. Vagy lehet, hogy a 9. széria már abból a cipőből, igen, amit a számára készítenek, mert ezek valószínűleg nem ilyen standard boltokban is kapható cipők, ezt biztos neki csinált, hogy lehet, hogy az. Aha, lehet, ezt nem tudom, lehet, hogy a Garros száma. De mondjuk a másikon is van egy 9-es, akkor az már 18, és akkor lehet, hogy az a Garros, vagy aha, melyik volt a másik, amit mondta egy meg. Na mindegy, itt igazából. Igazából elütött. És mi az a sárga folt az ülepén? Gyerekek, összetörtem a telefonomat. A rohadt életben. Mondtuk már, hogy ne így áll. Gyerekek, komolyan nem aludtam semmit, összetöröm a telefonomat. De most reggel töltöd össze? Ahogy kiszálltam a kocsiból, nézd meg. Miért csinálsz ilyen? Na, rohantam, mert késésre voltam. De attól még a telefont nem kezdte. Sűrű volt az éjszaka. Tessék? Pörgős buli volt? Táncoltunk. Gondolom, hajnal, igen. Ment a tangó. Add ide. Egy igen, most kicsit kezd átfordulni durvába a dolog, úgyhogy egy hónapig hál' Isten minden rendben volt, de most azt hiszem, hogy spirálba kerültünk, amivel egyelőre nem tudunk kijönni. Megérezte a gyerek, hogy ez az év legrosszabb napja. Azt meg. Miért? Mert ez a harmadik hétfő januárban, és azt mondják, hogy ilyenkorra fogysz ki az ünnepi emlékekből, tehát amikor még azt gondolt, hogy jó volt otthon, ugye karácsonykor, meg szilveszterkor jó volt a családdal lenni, az most kopott el, most a legilyen taknyabb az időjárás, most jön be minden, most jössz rá, hogy a karácsonyi vásárkor túrköltek ezt. Ez a legrosszabb? Ez, hogy túlköltek ezt. Száfoljunk erre rá. Jó, én nem vagyok. Legyen rosszabb a jövő. Nem, szerintem nem. Szóval ilyenkor elfogadt a pénzed, még látod, hogy a januárból még marha sok van. Szerintem igen. Hát vagy azt érzi, hogy ti érzitek. Nem, kettő napja összeszedett valami a hurutos gyulladást a füléről, ugye, ahol tesó van, az nyilván bejátszik, ugye fül, torok, orr, az szépen rácsurgott az ő pacakjára, és 2 napja, gyerekek. Megy a szakkör. Ajjaj. De nem kicsit. Tehát, hogy ilyen, nem mondom, hogy az elmúlt 2 napban mennyit aludtam, messze nem minnétek el.
Egyelőre nem látszik, de valahol egyszer csak el fog vágódni. Na ennek már az a jele, tudod, amikor elfejted, hogy az öletben van a telefon, kiszállsz és úgy szállsz ki, hogy abban a pillanatban páf. És darabokra tört a telefonom. Már írnak, hogy lecseréljük, kedves Balázs. Igen. Nem, a Viki írt, hogy vigyek sablekötőt. Sokkal szemesek jönnek most, mint hogy lecseréljük a telefonját. Sablekötő, te felejtsd el, intézzel. Mert hogy savas, kicsit. De nyűgös vagy sír is? Nem, nyűgös, tudod, ha belekerülsz egy ilyen spirálba, akkor az vége, elkezd savasodni a gyerek, ugye az szépen fölmarja a nyelőcsövét, elkezd habzsolni, de nem tud enni, mert hogy savas a nyelőcsöve, az egy kicsit felmarja, viszont egyre éhesebb, viszont egyre jobban nem tud enni. Nem tud enni, egyre több sav van, az egyre jobban marja a nyelőcsövét, viszont hogy marja a nyelőcsövét, egyre jobban nem tud enni. Érted a spirált? Tehát abból a gyereki. Tudod, azt ott valahol fogd meg, tudod. Nem eszem, mert fáj, viszont nagyon fáj, mert nem eszem. Na? Igen. Már így csináltuk a Bennyvel, tehát igazából tudjuk. Azért, mert marja, vagy pedig azért, mert éhes. Éhes, de közben nem tud enni. És egyre jobban habzsol. Viszont ahhoz, hogy gyorsan habzsol, úgy viszont elkezd ugye nagyon, nagyon bukni. Bukástól viszont savasodik, és a sav meg fölmarja a torkát, attól viszont nem tud enni. Végre! Ó, gyerekek, úgyhogy ez a... Ez a... Úgyhogy itt vigasztalódom tenisszel, jó? Jó, hogy nézegessen, nem is szólunk másra. Gyerekek, egy kockát nem láttam belőle, csak a kis applikációban néztem. Na, viszont, igen. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy ajánlottad nekem kérdezni, ezt a kis cukrászdát. Ugye a hétközben Balázs feldobott egy ötletet. Én tőle, megmondom őszintén, nem nagyon várok ilyen ajánlatokat, de ajánlott nekem egy kis budai cukrászdát, ott a Megvárt Liget környékén, és elmentem, bár nekem egy hinszóló sem esik egyébként útba a hely, de nagyon dicsérte a krémesüket. Megmondom őszintén, hogy hát eddig mondjuk sok nem telt még el az évből, de számomra az év kellemes csalódása. Lehúzott, rácsok vártak. Én mondtam, hogy erős. Másrészt meg jó. Hát, én nem nagyon szeretem az édességet, de azért én az édességről megmondom, hogy jó-e vagy nem. Én mondtam, hogy a cuki az nagyon durva. Bepróbálkoztam, azt mondja, hogy vettem egy málnás brownie-t, egy extra csokoládét, egy azt mondja, hogy egy csokoládés krémest, egy sima krémest, illetve szerintem még e felett még, hát még volt még egy valami. Egy volt, igen, várjál, de az mi ja igen, egy csokis trüffel, nem, egy narancsos trüffel. Figyelj, nem, hogy egyikkel nem volt semmiféle problémám, hogy mindegyik nagyon finom volt. A krémessel egyetlen probléma van, hogy már ugye a felétől elkezded érezni, hogy kezdesz tőle eltelni, mert hatalmasak a krémesek. Háromféle krémes volt egyébként, csokoládé, sima és gyümölcsös. És az a nagy helyzet, hogy... Komolyan mondom, hogy nem ez az igazi probléma, ami miatt nekem majd Budára kell emiatt járnom, hanem az, hogy árérték arányban olyan szinten top, hogy én még ilyet komolyan mondom nem látom. Tehát én nem tudom, hogy lehet manapság egy hát nem annyira frekventált a hely szerintem. Kétkezes krémest, mit tudom én, érted, ilyen 250 forint. Kezdjük már az elején, hogy amikor beléptél, mert ezt én értem mindent. Reggelre vártunk, ma már rendetlenség van a pultban. Trüffeles akármicsoda. Tényleg meg is mindent ért. Persze. Volt rettenet, tehát hogy láttad, hogy egy kicsit megremegett a kezük. Gyerekek, itt a Jani! Hátra szóltak. Figyeld, a pultban áll a nagyon kedves hölgy, akiről aztán később kiderült, hogy a cukrász srácnak a kedves a neje, hátra szólt rögtön. Igen, és akkor ő előre jött, és akkor mondták, hogy jaj, hát már elég nagy rendetlenség van a pultban, pedig mert korábban vártunk. Már indult a mentegetőzés. Igen, de hát mondtam, hogy ez engem nem érdekel, ide az első. Lássuk a tényeket. Igen, lássuk a lényeget, lássuk a tényeket, ahogy van. Ja nem, elfelejtettem mondani, hogy vettem még kalácsot is, volt csokoládés kalács, abból is vettünk egyet, úgyhogy két szatyorral mentem hazafelé, mire hazaértem, addigra már mind a két csukjás izmom fájt. Úgyhogy, hát, és akkor mondtam, hogy hát kíváncsi vagyok arra a híres krémes először is, amit Balázs nagyon dicsért, mert amit ősüteményben dicsér, az már valószínűleg már érdekes lehet. Igen, nagyon nincs fönt az inger küszöböm, tehát jó, süti, annyira nem. De ezt éreztem, hogy ez neked be fog jönni, tehát ezt tudtam, hogy ez erős dolgokat csinálnak. Tehát jó az ízlésem sütiben. Húzós fajta volt. Mondom, a felétől már kezdtem érezni, hogy így, tudod, így megtámaszkodtam így az asztalba. De mi, bementél, vettél nagy levegőt és megettél négy sütit? Nem, egyet. A krémesek akkorák voltak, hogy csak egyet mertem ott a helyszínen megenni, aztán pedig otthon fogyasztottuk el a többit. De mondtam, hogy ebből is vigyek még meg, abból is vigyek, és mondtam, hogy nem, mert megesszük, nem vihet kenyit, mert megesszük. Hát majd megeszitek holnap, mondom, az nem is lehet, nem olyan. Nincs ilyen, hogy holnap. Tehát, hogy nem marad abból holnapra semmi, a kalács az megmarad. Ettől függetlenül, mondom, árérték arányban, amellett, hogy iszonyatosan jó minőségűek a termékeik, tényleg teljesen rendben van minden,
Hát én nem tudom. Nem tudom, hogy hogyan rólhatják ilyen áron. Na biztos sokat visznek, mert jó. Valószínű. És akkor a kis ára is segít. De mondta egyébként, hogy ők ezt amúgy is egy ilyen üzleti filozófiának gondolják, hogy tartják, mert pontosan az általam is sokat emlegetett nagy családosok, vagy azok, akik mondjuk nem engedhetik maguknak. A 700 forintos krémest, van, az... És hát náluk úgy van, hogy ha már olcsó, vagy ennek ellenére, vagy ezért, de legyen jó is. Ilyen hát volt, igen, meg ugye kicsi út a mellékutca, tehát nem is nagyon tudnak szerintem emelni ott iskola mellett. Igen, ha várban lennének, vagy mit tudom én, valahol a nyugatinál lehet, hogy drágában tudnának üzemelni, de így. Úgyhogy köszönöm. Így köszönöm nehéz. Szépen. Hát ilyen, én már azt akartam kérdezni, hogy én csak úgy akartam mérni, hogy mondd, miért nem volt jó. Igen. Tehát jó, ajánlotta, oké, na, akkor vegyük végig a listát, a felét meghallgatom, mondd, miért nem volt jó, értem, ajánljon neked többet, akinek öt anyja van, tudod, erre ízlet, hát ez... Minőségben, izgalomfaktorban most nekem a top 5-ben van benne, árérték arányban az első. Na. Figyelj, ez nagyon jó pontozás. De ez rólam is egy jó pont, mert én sem az izébe járok, ahol nem tudom, hány ezer forint egy krémes, érted? Kis mellékutcákba, apró kis cukibacérekbe, mint a Mikulás. Egyszer csak megjelennek ilyen kis apró kicsi ismeretlen cukrászdák. Tudok én jó néhány olyan helyet, ahol mondjuk kétszer-háromszor annyiba kerül ugyanilyen minőségű sütemény, mint amit. Tehát az is jó, csak drágább. Persze, a minőséggel ott sincsen semmiféle probléma, csak mondom. Te egyébként, Balázs, te hogy kerültél oda? Én fodrásznál voltam. Igen, mondta a srác egyébként. Mondom, és Balázs, mit keresett itt? Ide jár menni fodrászhoz. Azt mondja, ott is ismerkedtem vele össze, mert talán nem látszik. Hát mondom, de látszik. Nagyon jó. Ugyanolyan jó. Én fodrásznál voltam, mint tudod, nem vagyok egy ilyen nagy cukrászda, mert úgy megyek el az ország legjobb cukrászdája mellett, hogy a vállamat se vonom meg, tehát nagyon nem érdekelnek az édességek. És akkor csak bementél nem, ide, vagy valaki éhes voltam. Nem, éhes voltam. Kijöttem a fodrászatból, ugye, és annyira megtetszettem magamnak az új hajammal, hogy megéheztem. És mondtam, hogy akkor hit az ideje, ha már ilyen szép lettem, hogy harapjak valamit. Ha már ennyire jó képű, bemegyek a nép közé. De én azért mentem a cukrászdába, hogy van-e nekik pogácsa, van-e nekik valami sós, csinálnak-e szendvicset. Tehát én itt keveredtem be. És akkor pogácsa is van. Valahogy a Viki most ugye egy gyerek miatt egy kicsit idesszájú, csomagoltattam párat, és számomra csak otthon derült ki, hogy ez milyen, mert én nem eszem cukrászdában. Tehát én nem állok oda, ez a dupla feledő asztalhoz, tudod, alul a gyerek fölül a pohár víz, és én nem elvitettem, de csak ott belekóstoltam, és mondom, hát ez egész jó. Ajánlom majd Elninak. De két falat, egyet a krémesből, meg egyet a másikból. És mondtam, ez, na, bejött, jó ez jobb, mint a többi. Jó van, akkor na, akkor jót elhoztam. Már vártam, mondom, hogy megszólásban nem lesz róla szó, tudod, elhallgatjuk, igen, és akkor igen, amíg megcsem a kávémat magamnak, addig jössz mögöttem, és mondtam, hogy figyelj, Bali, ez nem volt igazi túró, ebben nem volt igazi krémes, ezt megpróbálták lehagyni. Hogy tehettek kamutejszi habot a süteményre, egyébként, na hát meg arról nem beszélve, hogy? Nem, rende, teljesen rende volt, nagyon kellemes. Hát nem mondom, nem volt csalódás, vagy kellemes csalódás olyan tekintetben volt, hogy nem gondoltam volna, hogy egyezik ebben az ízlésünk, de le a kalappa, és mondom, ráadásul elég melós volt átmenni, mert nekem a Ferenc körúton volt dolgom pénteken, aztán át kellett túráznom oda egészen a végig. Mi fölülsz a villamosra, és az a odáig elvisz, hát nem? igen, csak közben átmegy az egész városon, úgyhogy az egész... Tehát gyönyörű a városon, nézelődjék. Egy kicsit, igen, gyerekek. Ja, jó, köszönöm szépen. Mi nem is voltunk nagyon sehol, nagyon csendes kis hétvégénk volt. Úgyhogy gyerekek, két nap. Akkor legalább nem sír, miközben föl. Akkor legalább nem sír a gyerek, miközben ugye. A csendes nem ebben az értelemben, ja. Értettem. A csendes, a mi se nyitottunk nagyon ajtót más, és ránk se nagyon nyitottak. Hát ám valamit szombaton csináltunk. Úgyhogy én nem nagyon tudok mesélni, mert nyugi van. Ebből a szempontból hétvégén. Bringáztam a gyerekkel, az jó volt, mert amíg az egyik üvöltött, addig mondtam, hogy segítek, mert tudok, de azért ez a 26-os decibeles frekvenciát, ezért 24 órában nem lehet bírni, úgyhogy elmentem hát egy kicsit bringázni. Jó, az a január, még biciklizni is lehet. Hát egyébként tényleg. Hó, meg tényleg? Ideg. És rájöttem, hogy a gyerek kinőtte a biciklit, és szomorúan konstatáltam, de azért jó a tesó, mert már nem azt mondod, hogy na most kinek adod, amit csináljál vele, milyen hamar kinőtte, hanem teszed félre. Egy négy évig. Egy négy évig áll majd valahol a bringa, és utána szépen. Sáj ilyen 14-16-szoros kerék kell neki. Úgy néz ki, hogy a könyöki azért a térde, úgy teker, tudod, fölfele áll a térde, mert annyira pici neki. Úgyhogy nagyon. Csak mondom, hogy ez tőled adásban az elmúlt, mióta vagyunk így együtt, 3-6 éve most már, ugye, mert 5 itt, meg még egy a Damban. Körülbelül 15-ször hallgattuk meg, hogy neked milyen sanyarú sorsod volt, hogy a testvéred levetett utcait kellett hordani. Hát, na ez már alakul. Na, ne csináld ezt a Noellel, de tényleg. Most mit csinálják vele? Hát tök jó bringa. Hát figyelj, de olyan szemét módon csinálták meg, kézzétek, egy elég drága bicikli, mert jobb bepalisztak meg, így mindegy. Megvettem. 30 ezer az sok egy bicikli? Ez sok? Igen. Hát, nem? De, egy gyerek bicikli. De, hogy sok. De, jó bringa. Fémfékes. Fémfékes. Fémvázas, első hátsó lámpás. Viszont
eleve gyerekbiciklivel csak használtat vegyen az ember, bocsánat. Egyébként igen. Lesz, na jó, de nyuszi hozta, tudod, hát most így nem akar, majd a Noel kap használtat. Jó, nyuszi hozta, akkor viszont. Á, mégis csak nem. Ne, jó van. Nem lehet följebb húzni az ülést. Súnyi. Egy vicc. Akkora rohadékság úgy van megcsinálva, hogy te amikor megveszed, akkor látod, mintha benne lenne a csőben egy másik cső, ugyanis látod rutinos szemmel ránézni, az állíthat az ülés, jó lesz az, hogy 5 évig biciklizik rajta a gyerek. 30 ezerért állítható. Képzeld, hogy tegnap nekiálltam, kombinált fogó, ízé, 16-os kulcs, minden stb., hogy felemelem a gyereknek az ülést. És az van, hogy az ülés alatt egy ennyi kis króm csík van, tehát kihúzod az ülést, de nem nincsen csöve, amit meg tudná hosszabbítani, azonnal ki is jön. Aha. Hogy ez mekkora ajadékság, nem? Mert nem úgy csinálták régen, hogy a csőbe belement az ülésnek a csőbe, és azt húztad fölfelé, és szépen ráhúztál egyet. Ugye az okosabbak megcsinálták ilyen szárnyas anyára, hogy ne kelljen azt ott kombinált fogóval bontogatni. Semmi. Nincs benne semmi. Üres. Vagyis, megvezettek. Kuka. Aha. Vagy hát odaadod valakinek, hát, nyilván nem most az idézőjes kukát mondom. Veszel egy hosszabb nyerekcsonkot, hogyha fér bele. Hát ez az, de hogy mi fér bele, hát azért az alap lenne, hogy fölemel. Kiveszed úgy most szitkozottam, ott álltam a garázsban, mondom, hogy rohadjatok. Kiveszed az ülést a csonkkal együtt. Beteszed a kocsidban, mikor legközelebb arra. Hegeztetek rá egy csonkot. Érted, gyorsan szépen körbe, körbe csiszoljátok, hogy ne akadjon meg, és mehet. Na? Aha. És akkor már meg is vagy van sokat teker majd állva a gyerek. De nem. BMX-esek. Egyébként igen. Apa nagyon fáj a fenek. Állj ki a nyerekből. Sajnos nem. Nyeregre nem teri. Apa nagyon fáj a fenek. Jó, akkor most már rárakom a nyerget. De hogy szerintetek ezt tudatosan csinálják így? Hogy na, te kis hülye, ne gondold azt, hogy te majd vegyél egyet. Ebből a márkából nem veszek még egyet. Soha többet. Egyrészt baromi nehéz, kettő nem. Tényleg ennyire. Simán benne van a pakli. Igen? Persze. Hogy minimum vegyél magadnak egy új nyerekcsonkot. Vagy új nyerekcsonkot, vagy akkor mit tudom én, a 14 szolos kereket cserél 16-osra, és akkor már egyből jobb. És nem? Ha igazán okosak, akkor olyan csőből csinálták ugye a vázat, ami csak náluk. Tehát abszolút nem méret, érted? Ember nem gyárt nyerekcsövet olyan vastagságban, amit ők csináltak, és innentől kezdve meg vagy lőve, veheted aztán az ennyi. Újabb ringát. Igen, Dörzsöm, gondolod a gyereknek, hogy nyugi, szállj le, apád. Hiszen apád hozzá. És 2 perc, hogy visszaadod a gyereknek ugyanúgy a biciklit, tudni. Apa, ez ugyanolyan. Ja, jó, hát majd. Tudod, majd valamilyen lesz. Na jó, most még nem sikerült elsőre megoldani. Úgyhogy az elég kellemetlen. Na mindegy, de ez volt, tényleg ez volt a hétvége legnagyobb történése. Igazából nálatok minden oké? Bringázás. Hoztam nektek bio, már nem neked. Nekem a látvány elég, ahogy elfogyasztjátok. Tudod, az a helyzet, Balázs, hogy van egy közös ismerősünk, igen, tavaly te voltál nála, igen, aki rád bízott egy csomagot, amit el kellett volna hozni nekem. Igen. Az nem adtam oda? Nem, az azóta is érkezik, és akkor gondolom, de ki tudja, hol van? Figyelj, na most az a nagy baj, ha az az autódban van még. Nem, az, ami húsáró volt szerintem. Akkor az elmászott. Igen. Na, ad oda a Ferinek felkiáltásra. Igen. Igen, azt azóta is kapom, és akkor most én voltam ott, és azt mondták, hogy ha holnap még megcsináljuk, akkor jó lehet. Ezzel az üzenettel. Igen. Te viszont eljutatod én a csomagot. Elhoztam, és akkor itt van, ehetsz. Falatozzatok egy kicsit. Nálam ez volt péntek este, szombaton este céges bulit tartottam, mert a karácsonyunk az elúszott az étteremben, és mondtam a fiúknak, hogy most egy kicsit felújítunk, akkor előtte, tehát pakolás előtte egy nappal, tudod, ez a legokosabb, amikor azt mondod, hogy na gyerekek, vasárnap egész nap meló van bent, szombat este parti, hát 4-kor még oda bent voltunk, hajnali 4-kor, és a kezdet, mondtam, hogy 10-re viszont, akkor jöjjön mindenki melózni, a későn érkezők délután 3-ra jöttek, de azért voltak olyanok. Kicsit elúszott a dolog. Fú, de nagyon keményen. És érdekes módon a fiatalok, akik még este 8-kor azt mondták, hogy főnök, mi bírjuk a bulit, itt leszünk reggel, na ők tűntek el. De meglettek, tehát rendőrségi feljelentés nem lett az ügyből, hogy széges bulit tartottunk. Akkor sűrű volt. Á, úgy gondoltam, hogy meg kell. Hát, kell, az jó az. Ja, igen, és már most mondanám, hogy ha holnap picit kések, akkor az azért van, mert ma meg gyereket ünnepelünk, úgyhogy... Ma meg gyerek? Na, ma meg gyerek. Te itt áll rendesen a gyereked egészségére, tényleg? Mikor, amikor megszületett? Nem volt tejfakasztó, semmi. Á, ilyen szép hagyományt kijönni, na akkor majd én ma pótolom, jó? Te mi van, mit ünnepelni? Ha jön egy ikerpárma, ugye van egy kis ilyen fölvágó sztori, tehát hogy nem természetes úton valószínűleg, és akkor azt ma meg kell ünnepeljük. Ja, hogy még nincs meg, de elő. Mi már beterveztük, ez a biztos. Na. Ne kapkodjunk, érted? Mondtam a Fülesnek, hogy ha ma kijön, már pedig úgy van, hogy ki, akkor legyen menekülő útvonalunk estére valahova. Hát figyelj, a legjobb asszonyka bent a kórházban. Na persze. Nagyon nem tud mit csinálni. Igen, van egy 2 éves gyerek is, de szerintem már el van egyetlen. Megold, fürödjön le, nézzen egy mesét, aztán olcsa a lámpát és aludjon. Ha meg nem jön ki, akkor főpróba. Akkor igen, ennyi. Akkor előiszunk, és ha holnap jön ki, akkor megint.
Úgyhogy én perögtem, én mentem egész hétvégén, jó volt, srácokkal sétálgattunk, kirándultunk. Akkor sűrű, sűrű volt. Bolygó neve halált nézted, Jani, kérdezi Feri. Nem, adták még most. Adták. Leadják az egészet? Mindent? Igen, meg hát ugye azt hiszem, hogy moziműsor is lett belőle, tehát hogy megint moziba is játszák, mint ahogy az elsőt is. És hát érdekes, hogy azok ja, van, ami bővített változat. Igen, igen, azok közé a filmek közé tartozik, amikre be is ül az ember. Hogy igen, ez tényleg jó. Jó kis film, főleg a második, hát ugye az a James Cameron, meg annak a rendezői változata. Én azt szeretem a 2-3-as szeretem a legjobban. 30 éves film. Hát most igen. Megint újra leadják. Hát ez az a kategória, ami nem látszik, hogy 30 nem. éves. Nem, az abszolút, de most ezt moziba még egyszer elküldik, hogy gyerekek, aki nem látta. Igen, felújítják, és akkor hogy hívják, hogy lehet. Azt már lehet, hogy nem vállalnám be azért, hogy 3 órát, már minden kockáját 6-szor láttam, de második-harmadik része legjobb. A David Fincher csinálta, az is nagyon jó. Hogy az ember elő-előveszi ezeket a klasszikusokat, és nálunk nagyobb a gyerek. Tegnap például az ötödik element, azt néztük meg együtt, és hát a film még mindig szenzációs, tehát hogy zseniális. A maga korábban is zseniális volt, és most így visszatekintve is ugyanolyan. Igen, az egy jó, a Luc Besson jó filmeket csinál. Ez jó lesz, ezt is nagyon élvezni fogjátok ezt az időszakot, amikor már lehet a gyerekkel egy picit komolyabb, nagy lélegzetvételű adott esetben egy kicsit így komolyabb mondani valójában, hogy fajsúlyos a filmeket is nézeket, és nem csak a izéket. Igen, most egy Kung Fu Panda, Verdák és Vizipók van, nagyon szeretem meg, nem rossz, de pont 10 percet alszom be rajta, utána ébrezget a gyerek, hogy vége van. Keresztes barátom, tudod. Na jó van. Ákos, mi újság? Minden oké? Jó reggelt kívánok, minden oké. Minden rendben. Hallgatom itt a gyerekes sztorikat, én meg csak itt számolom a napokat, és gondolkodom, hogy te jó ég, mi lesz velem. Mikor? Február? Április? Hát február március. Vége. Igen. Április igazi ne maradjon bele. Az lehet, hogy picit túlhordás lenne. Kicsit túlkészülnénk rá. Igen. De pont azon gondolkodtam, hogy 2016 végén jön ki a Star Wars újabb epizódja, addigra már ilyen kis Jedinek beöltözött fel lehet. 16? Nem, most évvégén. Hát figyelj. Egy Star Wars rajongónak 2016-ot mondom. 15? Évvége, most évvége. Igen, hát akkor egy kisebb Jedinek öltöztetve. Csecsemő Jedi. Igen. De legyen, hogy jön ide a Star Wars? Mi van a filmekről beszélgetünk, hát és lesz már akkor gyerek, mert ugye ha már nagy, akkor meg tudod. Ja, és akkor beöltözteted. Mondjuk nem volt kis kanyar, amit az Ákos most megy. Nem, akkor átkanyarodtunk, hogy nekem ez másfőr alvás után. Elalszik a film, nekem már elég beszélni róla, és kész vége. Igen. Te egy Star Wars rajongó vagy egyébként? Hát most beégettem magam, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy láttam. Ezek után nem tudod azt mondani, igen, hogy nem 15 év vége a mozik, legnagyobb durranása lesz egyébként az idei Star Wars. Nem, csak Csubak a rajongó, és ezért nem is szereti, hogy a kedvese lehúzza magát borotvá. Mindig eldugod a borotváját, mi? Fél hét múlt pontosan 2 perccel lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, új hét van, megnyertük a múlt hetet mennyire? 5-0-ra hoztuk a múlt hetet, de nem baj, megyünk előre. Úgyhogy aki szeretne velünk játszani, az írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk. Minden hallgatónknak itt vagyunk, egy újabb hetet kezdünk január 19-én. Hétfőn így van. És hát jönnek érdekes SMS-ek legalábbis, ez mindenféleképpen az. A párom nagy Cristiano Ronaldo rajongó, neki szeretném megnyerni ezt a remek ajándékot. Zsike küldte ezt nekünk. Zsike SMS-e most vagy késő jött át, vagy egy picit Zsike későn ébred, de nem jött volna későn át, mert szerintem ha pénteken nem jött át, akkor megjött volna szombaton vagy vasárnap. Tehát Zsike nagyon cuki. Zsike egy ilyen kétnapos kis csúszásban. Nem, van, várja a meszt. Zsike csak egyszerűen nagyon hisz. Tudod? Igen. Tehát, hogy nagyon akarja. Mert ezt elküldte ma is. Hát ki tudja. Ennyi. Hát, ha meggondoltuk magunkat. Visszavettük, és akkor van még egy sorsolás. Na, azt gondolja, hogy igen, van még egy mezünk. Igen. Nem? Hogy előállunk most még egy mezzel. Ahol ez van, ott biztos, hogy kell lenni még egy, nem? Igen. Drága Zsike, hallgatsz minket, akkor ez egy picit késő, igen. Pénteken adattuk a mezt. M3-as 90-es kilométernél van egy baleset Budapest felé, ezt SMS-ben kaptuk, valamint kigyulladt a busz alattunk a 10-esen befelé az Óbudai temetőnél. A sofőr eloltotta szerintem, mert mi tovább jöttünk egy másik busszal. Nem hiszem, hogy lesz dugó, mert ott két sávos az út. De Gabi küldte nekünk. Az hogy van, hogy egy távolság, vagy egy volán, vagy egy BKV kék busz, 10-es út, hát Óbudai temető, az még lehet akár kék is. Leszálltatok, jött a következő, felszállsz, mész tovább. Egy nagy közös oltás reggel, kicsit felmegy az adrenalin, nem? Oltasz egyet, aztán mész tovább. Az egy komoly közösségi élmény, igen. Az összekovácsolja az utazó közönséget. Maradjon mindenki a helyén, megyek a porral oltóba. Igen, hát jó, igen. Még. Igen, senki nem menjen sehova, tehát ég a busz, őrizzék meg a juhabukat, nem menjenek sehova. Igen. Na gyerekek, belevágunk, jó? Újabb hetet kezdtünk el, ami azt jelenti, hogy fekete-fehér igen-nemet játszunk valakivel, már itt is van a játékosunk. A
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, bello, hogy hívnak? Ciao. Sziasztok, Jani vagyok. Jani, hello Jani, honnan hívsz minket? Én Cegléd-Bercerről. Cegléd-Bercerről, mit csinálsz ön? Hát most épp itthon fekszem gipszben. Na, ez mit tört el? A lábam be vagyok gipszelve combtőtől bokáig. Ó, nagyot pereceltél? Nem pereceltem, képzeljétek el, öcsémmel bunyóztam hétvégén, így hülyeségben. Okos. Testvéri. Ezért aztán puf, megtörtént. Nem, a feleségem szülinapján, úgyhogy... Azért már, igen, hangod alapján már, hogy ez az öcsével birkoztam, ez jó volt 13 évesen, de 30 évesen lassan ideje lenne felnőni. Hány éves vagy? 25. Ez a beszélet, így kell csinálni. Hát és az asszony szülinapján volt a buli. De úgy éreztétek, hogy laposodik, tehát hogy nincs, mert már benne annyi. Nem bírt vele az öcső, és felvett egy vascsövet. És mi volt az apropóját? Hogy összeugrottatok, hogy volt valami? Hogy semmi, csak hülyeskedtünk, játszottunk, nem tudtunk ilyet, aztán most ez lett a vége. És pajkos játszatolás. De megérte, nem? Meg, teljes mértékben. Nem volt még gipszem, aztán ki akartam próbálni, hogy milyen. Az hogy van még? 3 hét fekvő, ezt a járó, ez a klasszikus? Vagy ha... Hát most kedden megyek vissza, aztán elválik, de valószínű, hogy 6 hét lesz belőle. 6 hét, aha. Azt a mindenit. Na jó van. Jani, kivel szeretné játszani, egy kicsit jobb legyen a hétfő reggeled? Hát a Janival. Helyes, Jani a Jani ellen. Jani, tartsunk ezt. Jó van, köszönöm. Pontosan. Így kell csinálni. Mehetünk? Felkészültetek? Mindenki? Mehetünk, adjunk neki. Te is? Meg vagy? Akkor 3-2-1, és tessék. Na, mesélj még egyről egy kis bunyorról. Mesélsz róla még? Mesélek. Na. Hát azt mondod, hogy máskor is elő szokott fordulni. Mert mint a bunyó? Igen. Ja, Jézusom! De jó! Szép volt, Jani! Micsoda régi trükk! A jól bevált visszakérdezős, nem jól hallottam trükk. Annyira menni akartam, hogy elmondom, hogy jó, oké, toljuk, gyerünk, hajrá! Igen, megvan a lendület. Igen, persze. Elindultam be annak, amit én terveztem. Hát ez nagyon szép. Jó volt ez. Ez, köszönöm, Jani, ez szép volt. Egy régi klasszikus trükkel hasítottad. A visszakérdezős. Igen. Szép volt. De a nyugalmat, a látnot kellett volna mi Jánosunk arcán, mikor nyomta. De igen, hát mit gondolsz, miről kérdeznék? Igen. Ez, hogy ki szoktátok mondani, házhoz jött a pofonért. Igen. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, Jani. Köszönöm. Ami szép, az szép. Nem tudjuk ezt. Sajnos elalibizni. Bármiben szívesen belekötünk, ha erről a játékról van szó, de ebben most... Úgyis vittétek már az előző két hetet, ennyi járt nekünk. Igen, egyébként berágtunk az Univerzum Királya cím elvesztése miatt, egy picit zabosak vagyunk, úgyhogy megindultunk ebből, az évben nem adjuk meg ezt a lehetőséget, hogy bárki ezt elvegye tőlünk, úgyhogy nagyon mennünk kell. 5-0 volt a múlt hét, úgyhogy ez csak egy ilyen kis győzelem, és azt kívánjuk mi mindannyian, hogy neked térd magasságban viszkessen. Nagyon. Két hét után már nagyon. Végig gipszes vagy. Törjelek gázat, ebben nem ihatuk alkoholt sem. Ó, a törésre úgy, de fogok vigyázni magamra. Viszont szerezd be tényleg egy hátvakarót, mert egy-két hét után az tud kellemetlen lenni. Most ilyen lapos fakon állok, de... Azaz, valami hosszabb. És egyébként indokolt az, hogy eddig be vagy gipszelve, vagy pedig ez a szokásos eset, hogy volt elfekvőben nekik egy ilyen 20-30 kiló, aztán gyorsan amennyi csak lehetett rátkenteni. Lejár a szavatosság, gyerekek. Térdem alatt van a Bibi, aztán muszáj. Át lehet kötni majd valami már ilyen, nem az STK-s gipsz, hanem bemész, és akkor ha te megveszed ilyen rózsaszín, kékszínű, kicsit olcsó, könnyebb, tudom, ugye? Van az a lehetőség. Igen. Van, igen. Janikám, gyógyulgassák, köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Na gyerekek, jó? Mi van ebben a helyből? Ja, persze. Semmi, lehet ez még 4-1. Ügyes nem voltam, de legalább van egy fixen boldog hallgatónk, akiről tudjuk. Simán behúzzuk még a 4-1-et. Semmi baj. 2 perc van pontosan, 7 óra, újra meghallgatjuk Ákos híreit, mi pedig jövünk a hírek után. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Hello Feri, hello Jani! Gyerekek, megy az Ausztrál Open tenisz, bekapcsolva, gondolom ti is, de
Ez az év elsője, ugye? Hát az év első Grand Slamje van. Így van. Ez az Ausztrál Open, és hát ez tenisz rajongóknak egyszerűen kötelező, és kihagyhatatlan. Eurosport 1-2 bekapcsolva a gyerekek közben. Látjuk az SMS falat írnak, ami hallgatói. És van Ausztrál Closed is? Tessék? Van Ausztrál Closed is? Így van. Ez az Ausztrál Open, és akkor vége, akkor az Ausztrál Closed. Így van. Így van. Ez az Ausztrál Closed. Így van. Nem sokan vannak azért mennyitott, mondjuk, az elsősorban az előbb. Két számomra ismeretlen hölgy, de hát ez nem meglepő. Nagyon meleg van, nem ülnek nagyon sokan, meg főmeccsekre ülnek be inkább, tehát ott 35-40 fok van lent az arénában. Combos, combos az időjárás. Meg a hölgy is. Hát a hölgy is, igen. A futáshoz kell. Úgyhogy gyerekek, megy a tenisz, aki szereti, az mindenképpen nézze. De nem mondok eredményeket, mert szerintem otthon majd felvételről visszanézik, de ha van kérdés, akkor írjátok meg, akkor azt bemondom szívesen. Kérdésken. Gyere, beengedlek. És tudod mit? Meg se köszön, mert alap, hogy beengedtelek. Nem jársz jobban ezzel a hozzáállással? Sokkal. Én régen 10 percig tudtam bosszankodni, menni valaki után, kicsit szinte neki menni, tudod, hogy tedd már fel a kezed, köszönj már meg! Söviki, mint és hagyjad már. Olyan, de nem köszönte meg! És akkor megelőztem, és elkezdtem én föltenni a kezem, tudod? A hülye meg nem érted, ez hülye mind integet. Én megrendszabályoztam, hogy köszönje meg! Nem, ez régen, amikor még csak úgy hívtuk magunkat az utakon, hogy a harcos, akkor ugye úgy kezdődött a dolog, hogy jött a be akart sorolni az autók közé, akkor azzal már küzdöttél egy kicsit, hogy nem engeded be. Á, de az is olyan tahó. Beenged, bevárjál, akkor már húztad magad, hogy most miért akarsz ide, miért nem mögém jössz. Na, nagy nehezen betette az órát, tehát beengedted magad elé, akkor jött a második ideggörcs, miért nem köszönöd meg? Na most az még azért nekem is kihívás, egy nagy spirituális gondolkodás, hogy buszsávból jön, beengeded, és még meg se köszön, és ott mondasz, hogy om, természetes, hogy beengedtelek. Ott azért még én is index nélkül jön be, tudod, és hogy várod a vészvillogot, várod a kezét, egy másodperc, két másodperc, semmi nem jön, nem köszön. Jó! Na, akkor ezt most engedjük el, de az még azért nagy tanítás. Rohadjál meg, beengedte legalább valamit, csinálj már basszus. Olyankor teljesen rádőlsz a kormányra, az első szélvédőre, és így mutatott, hogy hello, szia, így, köszönöm meg. Ő még nagyon az elején járadnak az útnak, amin már te egy picit tovább jutottál. Vannak helyzetek, amikor azért még én is elvárom, hogy köszönjem, meg a buszsából beengedem, gyere tesó, ott azért jól esik egy vészfülló. Egy máskor már nem, de ott még jól tud esni. Szerintem a nyilvánvaló előzékenységet nem lereagálni az eleve taplóság az élet minden területén. Szerintem, amikor teljesen egyértelmű az, hogy te előzékeny voltál, hogy te figyelmes voltál, hogy te gyakoroltál egy gesztust a másik felé, azért azt nem észrevenni, nem lereagálni. De a nem... németek erre azt mondják, hogy tök alap. Azért igen. Nem köszöni meg Németországban senki senkinek, mert teljesen természetes, hogy beengedsz. És egyébként milyen jó gondolkodás. Mert ott nem csak elméleted, hogy mi az a cipzár. Mert pontosan tudják, hogy mi a cipzár el, balról jobbról. Nincs mit megköszönni, hiszen természetes, hogy beengedsz. Hát persze, hogy beengedsz, hiszen te is kulturáltan közlekedsz. Mit köszönjek meg? Te se köszönöd meg, ha köszönnek neked reggel. Nem mondod azt, hogy szia Feri. Köszönöm, hogy köszöntél, nagyon rendes vagy, ezért most visszaköszönök, drága vezérem, szőröm, nagy uram. Szerbusz Balázs, kérlek, hogy jó, vagy? Jó, ez nekem tetszik, mondjuk egy kicsit. Délután ígyunk meg egy jóféle söritalt. Hanem azt mondod, hogy szia Feri, arra azt mondod, hogy szia. Hello. De nem köszönöd meg, hogy köszöntek, és így gondolkodnak a németek is egyébként. Milyen tök jó gondolkodás, nem? De hogy köszönöm meg, persze, hogy alap, hogy beengedsz. De itthon nem alap. Nem, egyáltalán nem. Egyébként szerintem az lenne a megoldás, hogyha például az autógyárak is mondjuk erre felkészülnek, hogy lenne egy olyan fejlesztésük, hogy amikor az autó érzékel azt, hogy nyilvánvaló szabálytalanságot követtél el, abban a pillanatban vészvillogó kettőt villannak. Igen, de jó lenne, Istenem. És megköszönni azoknak, akik elviekben lehetővé tették neked azt a szabálytalanságot. Ha annyi, nem tudom, 5000-re sem lenne, ahányszor én... Jaj, bocs, elnézést, ne haragudj, bocsánat, köszönöm, vészvillogózást elindítottam. Csak ebben az évben, amikor fordulok vissza, át, így, úgy, azért az még azért úgy, igen, szoktam alkalmazni, de nagyon rendesen köszönök én is. Na jó, mindegy. Szóval nyugi, ez a lényeg. Na hát, de te ne érzed magadon, hogy már úgy... Abszolút. Ugye? Mondom, ezen se húzta föl magát senki. Nem, hova. Aztán már nincs reggeli merevedés, és aztán szépen meghalunk. Ennyi. Először nem idegesíted magad az, hogy bejönnek eléd. Aztán már nem áll reggel. Nem? Aha, aztán végig hát, az egész. Ezek szép sorba jönnek egymás után. Basszus, akkor... ez az életrendje. Kicsit nagy túlzással, de ez az igazság. De nekem nincs jogsim, tehát én még rá léptem erre az útra. Hol van még az, hogy... Akkor neked a másik korábban jön. Reggeli problémák. Igen. Te már négyszer kezdve pisilni, jönnek az unokák.
Vagy már fel se kell pisilni. De csak hajnalba átcseréled a pelust, és aztán tulajdonképpen meg is megfordítod a matracot. Meg is etted a kenyered javát. Én azt nem tudom, hogy azok mit csináltak 30 évesen, akik még 60 évesen is önkéntes rendőrködnek. Azok géppisztolyjal kiszálltak és agyonlőttek mindenkit. Tehát gondolod, hogy 60 évesen... Igen, ha 60 évesen önkéntes rendőrködsz, amihez azért kell keménység. Tehát beleállni, mondjuk egy X6-ost feltartani a kis egy-egy Suzuki-del úgy, hogy nem férsz, hogy hülyére vernek téged is, meg a izédet is, a 80 éves feleségedet is. Nála is van baseballütő, vicce ez az egy-egyesben. Te nem férsz attól, hogy a kopasz kiszáll, és annyira megver úton a kis nyaralót felé, hogy összetoljod magad, hogy azok mit csináltak 20 évesen? Hát semmit, akkor ők már házasok voltak, és papucsok, igen, anya, persze anya, igazad van anya, és aztán, amikor anya elment, akkor kinyílt előttük a világ. Ja, hogy ott egy fordított dolog van, hogy ők a puhából mentek át a keménybe? Valamit visszafizetnek, vagy visszapróbálnak fizetni. Tehát mi a keményből megyünk felével már a gyerekesó, nem? Ne köszönj meg, menjél, nem érde, nem fog már másmilyen agyvérzést kapni. Ők meg a puhából mennek 60 évesen a kemény felé. Nem? Igen. De nem így van? Így. De. Azok mit csinálhatnak? 60 évesen a Dacia Dusterrel. Ott valami komoly elfolytás van, vagy volt, de inkább van. Tehát amikor ő hazamegy, akkor beáll a sarokba. És azt vettem észre, hogy mindenféle félelmérzet nélkül. Mostad, Béla! Papucsot miért nem vetted fel? Ugye, ki hozta be a sarat? Mondjuk itt rászorítanál a kormányra egy kicsit. Tehát, hogy igen, ez egy nyáron veszem észre Balatonon, hogy tényleg erről sokat beszéltünk, de hogy azért tehát egy lesötétített, nagy MLG beállni a leálló sávba egy Dacia Logannel két 70 éves embernek úgy, hogy nem vész innen sehova, te rohadt gengszer, hogy azok tényleg bátor. Nem félnek, nem? Az ugye? Bátor. Nem, hogy azért hát, így, és úgy én látom, hogy a rendes sávba állok, áll mellettem a kopasz a leálló sávon az X6-tal, és előtte látom a Logan, úristen, mondom, engedd el. Ne csinál, nem kell. Miért akarod megveretni magad? Hogy azok az igazán bátrak egyébként. Én láttam egy olyan primitív jelenetet, hogy az valami elképesztő volt. Mentünk a Balaton, és baleset volt az M7-esen. És Papper persze kijött, hogy ő majd megrendszabályozza Budapest törzs közönségét, akik vonultak a Dexion megnyitójára. Megvan? Alsvörsi Dexion diszkó. Este 7 órakor X6 emel minden sor elején leállósába, hatalmas dugó leállósába. Papper nagyon, azt hiszem tényleg talán egy Logannel, vagy valamivel Lada Samarával rendszabályozza a leállósában. Három autó összértéke 140 millió, 8 kopasz, tudod? És látom, én a belső sávon állok a papa mellett. Tehát, vagy a külsőben, mellettem a papa rendszabályozza. És a mama így, menj már le, ne csináld! Gyorsi, majd én felt, megmutatom nekik. Nem mennek innen sehova. Letolták konkrétan a Logan, visszajött, én beengedtem magam elé, pont az öreg volt egy kis hely, mondom, gyere csak, gyere, ne akard, hogy menekülj, gyere ki a külső. Nem tanul lenni. Lejött a leállósából, jön a kopasz az MLG-ppel, leteker az ablak, mama, szegénykém, nem tudta, hogy mit akarnak nyomni, ablak szintén leteker. Tessék parancsolni, fiatal ember. Ki se szállt a kopasz. Amit kapott. Jó, ne folytasd, reggeli átnézett, és és így megküldte. Mama teljesen beborította, de valami ordinárióból. Papa szegény törli magát, és mondom, hogy megérte. Ezért. Kopasz MLG, pizemit a fölhúz. És mögöttem még az X6, a Phantom, a Bentley, tudod, mondom, mennek az úri srácok bulizni, lementek 80, mamáikat beterítették. Hogy megéri? Nem, nem éri. Meg és ez még a jobbik eset volt, mert... És de mama lehúzta az ablakot, milyen rutinos, nem? Mondja csak, aranyom, én mondtam a Józsinak, hogy ne csinálja. Jó felé tetszenek menni a Balatonra. Én mondtam a Józsinak, ne csinálja, mondja csak, aranyom, mit szeretne? Újat, és egész este lelkismert furdalásod volt a Dexionban. Nem, utána fölhívtam a Józsit, és azt mondtam, Józsi, ez egy picit durva volt. Nem, mi az északi partra mentünk, de nem járunk Dexionban. Nem mindent, szóval igen, megbüntették szegény papán. Na jó van, Óven bácsira Berulin lehet jelentkezni. Jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretne velünk játszani. Írjon SMS-t, jó, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Bon Jovi, gyerekek. Hát ez hangszeres zene, ennek örülünk itt minden reggel, nem? Ha kicsit valaminek hangszere van. Jó a Tiesto, meg a Klotjen Flott, meg minden, de amikor egy igazi klasszik rock zenekar hangszeres zenét játszik, hát az nekünk már itt nagy öröm. Kora reggel. Főleg, ha gitár is öregek van benne, vagyunk, ha gitár is van benne, így van. Árfa is jó, csak... Babakék Transporterből trafiznak, ezt M küldte nekünk a 85-ös főúton Csornánál, mindenki menjen lassan, valamint Etele, Fehérvári, Sárgán villognak a lámpák, figyeljetek.
Na, 80 évesen már mitől féljen? Ugye itt beszélgettünk közlekedési helyzetekről, szituációkról, kit mi idegesít, milyen helyzeteket találkozunk az utakon. Megbeszéltük, hogy ki vérmérséklete szerint reagál egy-egy témára. Feri vázolt ugye a hírek előtt egy közlekedési helyzetet, bűnös vagy nem bűnös alapon. Ne rendszabályozzuk meg azt, aki egyébként a külső sávban kihasználva egy forgalmi előnyt elhalad a belső sávban feltorlódott autók mellett, majd ugye a végén megpróbál ő is kamion előzés közben újra visszamenni a belső sávba. És aztán itt boncolgattunk ügyeket, hogy ki mi idegesít közlekedés közben. 80 évesen már mitől féljen, aki most 80, az lehet, hogy anno állt orosz vagy német puska előtt. Szép gondolat egyébként. Érdemes lenne egyszer témának megcsinálni, lehet meg is csináljuk majd, amikor tényleg 70-80 fölött úgy valahogy már a félelem érzett csökken és elkezdenek keménykedni. És hogyan bárkivel, vagy bátor 70 fölött? Bárkivel bármilyen úton, módon konfrontálódnak, igen. Aztán egy érdekes hozzászólás, ez nem tudom melyik mondatunkra jött, végül is nem nagy gond, ha mentők, tűzoltók nem tudják megközelíteni a balesetet, mert be van dúlva a leálló sáv. Amit te meséltél. Azt tudom, de kit hibáztat ezáltal? Akik ott mennek, vagy akik önkéntes rendőrködve megrendszabályozzák a leálló sávban előre haladókat? Ha igazságosak az lenne, akkor mindkettőt. Szerintem nagyobb bűnt követel, aki ha betorlódik az M7-es mondjuk egy augusztusi estén, vasárnap este, és jönnek föl persze az emberek, és 10 kilométeres dugó van, aki megrendszabályozza a leállósávba menőket, mint aki egyébként mondja a leállósávba. Na ne. De. Mert hogyha nincsenek rendszabályok. Ezen mindig jól teszek, de most is beleállok. Ne, nagyon kérlek, mert ez egy buta gondolkodás, nem, és te nem ez megvédem, a férfi vagy. De nem, ha nem menne senki a leállósávon, ha mindenki normálisan megy, akkor nem kell kiállnia rendszabályozni. Ez egy szép gondolat. Ha mindenki normálisan menne, nem kéne kiállni rendszabályozni. Igen, de mi a rosszabb? Hogyha már valaki megy, mert pofátlan. Vagy mert mi nem is dönthetjük el, hogy ő miért megy egyébként. Jogunk sincs. Én mindig azt mondom, hogy 10-ből 8-szor azért, mert megy bunkó. De csak 2-szer legyen valami komoly bal. Gyerek fuldoklik, szül, stb. Tehát ki a pofátlan? Az, aki a leállósávban megy mondjuk azért, mert megengedheti magának, vagy aki megjár rendszabályozni, és föltorlódik a leállósáv. Szerintem veszélyesebb rendszabályozni. És amikor... Mert ha te mész, azzal nem tartasz föl senkit, csak mondjuk paraszt vagy, és vállalod, hogy téged a sor elején vár egy rendőr, és megbüntet. Viszont ha rendszabályozol, akkor föltorlódik a leállósáv, és az igazi baj szerintem ott van. Mert akkor nem tud elmenni a mentő meg a tűzoltó. Szerintem hülyébb az, aki rendszabályoz, mint aki a leállósávba megy. Téged miért zavar? Én nem értem. Mert mindenki áll a sorban, és megvárja, amíg megoldódik a forgalmi De nézzük probléma. Meg ennek a lélektanát. Tehát, hogy valaki mellettem szabálytalankodik, és helyzeti előnyhöz jut. A lélektana ennek az, hogy miért idegesít? Hogy én nem merem megcsinálni? Nem. Vagy mi? Ha nekem nem lesz jobb. Én nem jutok előre. Ha ő bátor és ő megy. Bántja az igazságérzetét. Annak, tehát, aki, de valaki... neked nem lesz jobb attól, ha ő is a sorban áll, vagy ő előre. De a világot akarja jobbá tenni az, aki kiáll. Dehogy is. Jó érzés azt tudja, hogy ő is beáll a sorba, hogy nem használja ki a te jogkövető magatartásodat. Az a baj, hogy az ő szempontjából, az ő értékrendszere szerint te egy tutyimutyi pöcs vagy, aki ott állsz benne a sorban, hülye, balek, lúzer, végigállod a sort, miközben ő az élelmes, fogja és kihasználja az a kiválkozó helyzetet. Akkor a gondolataid szerint már odáig jutottunk, hogy tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy aki megelőz, az még le is néz. Ez a saját gondolatod magadról. De tényleg lenni, miért nézne, mit gondolsz? Miért nézne le? Mert azt gondolja, na a sok hülye itt áll, majd én megmutatom a tutit, zsúgy, már megyek is el mellette. Nem jó gondolkodás szerintem. Tehát azért, mert valaki leelőz, attól neked saját magadat nem kell lenézni. Hiszen azt gondolod, hogy ő lenéz téged, akkor a saját magadat. Nem, most azért ezt, hogy hívják, hogy picit kiforgatod. Nem. Én nem megyek soha leállósába, de engem valaki megelőz a leállósába, én nem gondolom, hogy attól tutyimutyi vagyok. Én azt gondolom, hogy figyelj, hülye vagy, menjél majd meg. Ha nem nézném saját magamat, akkor nem húznám föl ezzel a dolgot. Ez pont a büszkeségről szól, arról szól, hogy én basszus, érted, én vagyok az, aki jogkövető magatartást tanúsítok, én vagyok az, aki betartom a szabályokat, én vagyok az, aki együtt mozgok a többiekkel, mert tudom, hogy ez felelősség, és ez a kötelességem is valahol. De miért állsz ki megrendszabályozni? Ez most egy másik dolog. Tehát, én nem gondolom, hogy lenéz. Én nem gondolom. Tehát én nem fogok egy más embernél jobban alárendelni saját magam azért, mert hülyének néztek, Balázs, ha elmennek melletted, hogy mindenki áll a sorban, és ő a leállósában, akkor mindenkit hülyének nézett, és akit hülyének nézek, az alattam van. Tehát nem, én akkor rosszul gondolkodom, ha valaki elmegy mellettem a leállósába, akkor én nem tartom magam hülyének. És azt mondom, hogy figyelj, mennyi. Miért hagyod, hogy ő, miért ő gondolod azt, hogy ő... téged hülyének, nem de te? De ha te azt mondod, hogy hülyének néz, akkor te hülyének érzed magad. Hát mert hülyének néztek, akkor te gondolod saját magadról, hogy
is annak néz, aki ezt megmeri csinálni, az hülyének nézni az összes többit. Értem, hogy mit minden mondasz, más de... reakció, amit másik ember gondol róla, de te mondod ki saját magadról, akkor az a saját véleményed magadról. Ezt de kéne ez az megérteni. Övé is, azt neked meg azt kéne megérteni, hogy aki megmeri ezt csinálni, hogy végigmegy a leállósávon, az mindenkit hülyének néz, és nem csak én gondolom magam hülyének, ő is bennünket. Miért kéne hülyének gondolni? Miért nem azt mondtad, hogy figyelj, hülye vagy, menjél? Tehát miért kéne, hogy én nem értem soha az emberek lélektanát, hogy miért érezzem más ember miatt hülyének magam? Vagy baleknak magam? Mert annak nézem. Azt gondolom, hogy egy paraszt, menjen. Palira de vettek. Nem gondolom, hogy én attól hülye vagyok, rossz ember vagyok, balek vagyok, palimadár vagyok, hogy nem, egyébként nem kivárom a sort. De nem egyet mondunk. Dehogy nem. Te azt mondod, hogy te hülye vagy, én meg azt mondom, hogy hülyének néztek. Jelentős a különbség. Mert szerintem mindenkit hülyének nézett az a csávó. És én nem azt mondom magamról, hogy mekkora hülye vagyok, hogy én itt állok a sorba, én miért nem előzök ki, én azt mondom, hogy engem hülyének nézett az a csávó. Vagyis ezt mondod, hogy te hülyének nézed magad. Nem, mert az nem vagy, vagyok hülye, csak nagyon én így gondolom. De akkor te gondolás módod alapján, vagy ez alapján az érvelés alapján, akkor azt mondod, hogy ha valaki pozitívat gondol rólad, azzal tudsz azonosulni, ha valaki negatívat gondol rólad, azzal meg nem foglalkozol magyarul, te csak a pozitív véleményekkel foglalkozol, hiszen a negatív véleményel azért nem foglalkozol, mert akkor lenéznéd saját magadat. Nem, szerintem a pozitívat sem kell. Nem, szerintem nem. Hát amikkel egyikkel se foglalkozol. Nem, persze, hogy nem. Hát a személyiség se a pozitív, se a negatív. De hát a pozitív vélemény, de hát kellenek a visszajelzések arról, hogy az, amit csinálsz, az jó vagy rossz. Persze, kellenek a visszajelzések, de szerintem nem mások véleményéből kell összetenni azt a saját személyiséget, se pró, se kontra. De ez már mindegy, ez egy elvűjt, ez már nem csatlakozik. Tehát, hogy nem szabad, egyszerűen saját, tehát, hogy nem szabad, hogyha jót mondanak rólad, jó kedved lesz, és akkor jó napod van, mert megdicsértek, mert nő vagy. De kell a visszajelzés, hogy jó úton jársz, vagy hogy az, amit csináltál aznap, mondjuk így jót tett az embereknek, hogy örültek neki. Nekem igenis jó mindegy, igen, ez már egy ilyen SMS-t, vagy kapunk egy visszajelzést, vagy egy betelefonáló azt mondja, hogy tök jók voltatok ma, meg jó volt a műsor, meg jól szórakoztam, vagy adott esetben volt egy-két olyan gondolat, amit mondjuk magukévá tudtak tenni. És persze, mindenképpen jó, csak nem tudom, hogy abból kell összetenni. Mindegy, én máshogy látom, én veszélyesebbnek látom. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem nincs jogom eldönteni, hogy a másik miért rohan. Csak most térjünk vissza a leállósába. De jó, hogy ezt mondod. Nekem nincs jogom őt megrendszabályozni, ahogy neki sincs joga menni, ez egy elvi vita, de hogy miért vagyok én több, hogy én eldönthessem, hogy ő ne rohanjon. És nem védem, félreértésnek, hogy megint megírják hatalom, hogy milyen hülye vagyok, mert azokkal értek egyet, akik mennek a leállósába. Nem így van, én azt szeretném egy sokkal tágabb összefüggéséggel megvilágítani, hogy szerintem hülyébb az, aki nekiáll birkózni. Aha. Tudod, van ez a mondás, hogy soha ne birkózz malacokkal, mert te koszos leszel, ők meg élvezik. Tehát nem az az igazán hülye, aki egyébként leáll és nekiáll birkózni, nem menj a leállóstába, majd én eldöntöm, hogy nem, mint azt mondja, hogy figyelj, rohansz, nem érdekel, menjél, nekem úgyis itt kell állnom, mögöttem ül a gyerek, mert megoldom, hogy ne sírjon. Ha hülye vagy, menjél. Érted, hogy mit akarok mondani? Értem, csak ha senki nem mutatja meg nekik azt, vagy én azon gondolkozom, ha senki nem rendszabályoz, akkor ő világ életébe így fog menni. Miért nem mennék el? De meg tudod őt alapján, hogy változtatni? Neked nem, meg kell változtatni. De nekem kell őt megváltoztatni. Nem. Tehát, hogy én ezt furán nézem ezeket a közlekedési helyzeteket. Ráadásul ki jön a papa, neki kell rendszabályozni a külső sávba. Föltorlódik a leálló sáv is. Nem tud jönni a mentő, tűzoltó, ebben igazad van. Ezt adom, mert nyilván az lenne az optimális, ha nem előzött. De sem ész kiszabályozni. De várjál, de hát ez egy jó érve, egy jó kártya, amit mindig elő lehet húzni a pakliból. Miért megyek gyorsan? Nem azért, mert hogy hívják, mert én azt gondolom, hogy hasíthatok többiek meg izé, hanem hogy elférjenek a mentők is. Oké, okay, mondjuk nézzük meg. Sehol egy mentő. Na mindegy, de ha lenne, akkor jó lenne, hogyha jöhetne, és mögöttem jöhetne. Tényleg. Én elég gyors vagyok. Senki ne azt hallja meg, hogy én őket védem. Te figyeljétek egy kicsit a beszélgetésünket, tágabb összefüggésen, nem erről van szó. Én nem akarom legitimizálni semmi olyat, aki szabálytalan. De aki megrendszabályoz, az hogy dönti el, hogy én miért megyek a leállósávon, akkor ezt válaszoljátok meg. Ti, akik úgy érzem, sose rendszabályoznátok meg, de kicsit együtt éreztek ezen idősebbekkel, akik rendszabályoznak. Hogy döntöm én el, hogy ő miért siet? Sehogy. Ugye? Hát ha csak nem kiállsz. Ugye, hogy milyen nehéz kérdés? Megrendszabályozod, és utána hátra mész. Van gyerek a kocsiban? Na, tehát, hogy mi alapon? Nincs. Nem vagyok-e ugyanolyan? És ezért filozófia vita. Hogy ha én kimegyek megrendszabályozni valakit, nem követek el ugyanakkor a baromságot, mint az, aki leállósába megy. Az én olvasatomban egyébként igen. Ugyanúgy feltartod a forgalmat. Mert ugyanúgy hülye vagy. Feltartod. Belemész a harcba, erőfitoktatást csinálsz belőle, felveszed a kesztyűt, és te majd megmutatod neki. Ha két ember verikedik egymással, az ugyanez. Ha mind a ketten az erőszakba hisznek, mind a ketten hülyék, nem? Uh-huh.
honnan, hogy döntöd el, ha te megrendszabályozod, hogy ő miért siet? Igen, de a megrendszabályozással én nem értek egyet. Azzal viszont nem tudok azonosulni, hogy mondjuk érted, mehessen annyival, amennyivel akar, mert hogy érted, ha a hülye hagy menjen. A hülye adott esetben egy balesetet okozhat. Adott esetben olyan szituációt teremthet, amiből valaki egy normálisan közlekedő ember rosszul kerülhet ki. Tehát ha 130-al lehet menni azon a nyomorult autópályán, akkor jó, menjen 130-al. Akkor kérdezek más, mit csinálsz, ha gyorsabban menj? Tehát milyen eszköz van a kezedben? Menjen. A kormány. Tessék, akkor mit csinálsz? Ő gyorsabban megy és előzni akar. Akkor ne. Az a baj, hogy én semmit alapvetően, tehát hogy mi lehúzzalunk és elengedjük. De nincs más eszközöd. Ha belemész, ott ül mögötted a gyerek, elkezdesz fékezni, nekiállsz, ízélsz kivéve mondjuk a nulláson a kamionosokat, az nekem egy örök harc. Menjen. Nem? Hát rohanjon. Nagyobb balesetet okozok azzal, ha nekiállok fékezgetni. Hát, és vagy ő okoz nagyobb balesetet, vagy csak persze, akkor te már nem vagy benne. Az a baj egyébként, hogy valahol, persze nem értek egyet a legrendszabályozással, de ezeket az embereket, vagy ezeknek az embereknek a viselkedését legitimizálja a saját értékrendszerük alapján, az, ha elengedik őket, és hagy menjek, mehetek, megtehetem. Mindenki elenged, érted, annyival megyek, amennyivel akarok. De feladatom nekem őt megrendszabályozni? Nekem a feladatom, vagy a rendőrségnek, a hatóságnak, a trafipaxnak? Hát, a rendőrség. Na, a feladat. Hát ezért mondom, hogy szerintem nem. Na mindegy, te, ha majd látom, hogy ott vagy a leállósában. A augusztusban. Ki van elő egy fekete alfás? Nézd az önkéntes rendőr. Na jó, játszunk egyet Óven bácsival és Beru nénivel, játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Szia, hogy hívnál? Zsuska, hello Zsuska. Hát már ilyen filozófiai vitáig jutottunk itt a közlekedésben megtalálható szabálysértések és közlekedési kihágások közepette, már ilyen tényleg filozófikus magasságokba. Te vezetsz? Nem, nincs jogsim. Az jó, az a legkönnyebb. Akkor ülsz az anyósülésen és mondod, hogy merre kell menni. Húzódj ki elé, nehogy elmenjen. Igen, mit csinálsz? Én postás vagyok. Postás vagy. Kihordós vagy bentülős? Kihordós. Leveles, táviratos? Mindenes. Mindenes? Csomagos? Csomagot nem. Uh-huh. Akkor ez kis posta lehet, vagy vidéki, ugye? Igen, vidéki. Mert akkor mindent kell csinálnod. Annyi mindent tudnék kérdezni, hogy van-e barátod? Hogy van az, hogy az ember nem kap egy hónapig levelet, és utána megkapja a december elejét csekeket január közepén, hogy ott tényleg... Átnyálaszták rendesen. Ki nem szereti az embert azon a postán, ahol lakom, hogy az hogy van? De egy tényleg. Egy hónapja vártatok. Majdnem mindenünket kikapcsolták, és utána hirtelen megjött minden. Mint ha valaki félrerakta volna. Ez a tiéd, te rohadék. Majd megkaptad egy hónap múlva. Reggel, igen. Hát ezek ilyen kulisszatikok, amiket nem árulhatok el. Uh-huh. Hol vagy postán, Zsuska? Már hogy hol dolgozol? Ajkanemdekem. Hogy lehalkultál? Hoppá, most vált igazán veszélyes a dolog, hogy mit mondasz. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berun, én figyelj, Zsuska. Egy fekete alfás megrendszabályoz a hetesen. Mert igazságot tesz. A leállósában áll. Sose állnék ki. Soha. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na, 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 na. Azok a boldog szépnapi. Éj, de mellé ja, nem. Ment. Ja, nem. Várjál. Én mindennek örülök ma reggel. Nem mindegy, hogy korál vagy Richard. Ajajajajaj. Ja, igen. Itt már sajnos Balázs Fecó elfelejtett, hogy valamikor ő is hard rock zenész volt. De ez egy szép dal. Szép bizony. A hidegráz tőle annyira nem szeretem. Öregszel, hogy két évvel ezelőtt én bágjára küldtem volna bárkit, aki szereti. Zsuska, figyelj ide! Rossz volt az első, de azt tévedésből fogadtuk el, úgyhogy megvan az ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Jó? Jó. Küldjük köszönöm, neked. Köszönöm, fiú. Ügyes voltál. Köszi. Ciao. Köszi a játékot. Hello. Hello. Pontos címzés, gyors kézbesítés. De felejtjél az irányító számot. Ez nem lehet a szlogen ott, ahol én lakom. Nem? Azt nem hiszem. Ha valaki kinézett magának, mondom, hogy van? Te dolgoztál postán, van ilyen?
hogy majdnem kikapcsolják a gázt, az elműt, a téhómot, mindent kikapcsolják, mert december elejét csekek, egyszer csak január közepén így hirtelen egy 30-as paksamét, ebben így beesik. Igen, mert ha egy éves nap az ünnepek alatt. Egyébként. Hát ez hogy a fenébe van? Képeslapot kaptál? 2013-ra. Aha. Na, tessék. Az is késő jött be. Most jött egy képeslap, igen, igen. Túléltük az ikertorony támadást, már jól vagyunk, az most kaptuk meg körülbelül. Minden a maga idejében, érted? Előzőtek ja. A képeslapok, igen, meg te úgy látszik, nem vagy reklamálós típus, viszont Erzsike néni, ha nem kapja meg az összes képeslapot időbe, aztán ezért. De helyettesítésnél lehet, hogy azt mondta, van ilyen, hogy egy postás úgy dönt, hogy én ezt nem viszem ki, mert nem szeretem. Ilyen. Van ilyen, hogy a postán egyszer csak azt mondja, hogy ezt tegyük félre, ezért. Mert őket nem szeretjük, mert beszórtak a rádióba. Figyelj, hogyha ezt észreveszi a hivatalvezető, akkor kirúgják a postást, tehát hogy ilyen nincs. Postásoknak még nem szóltál, de most igen, most már akkor egy fél nem, ő nem, csak nem csinál, mindig csak kérdezek, soha nem mondok rosszat. Amikor nem nézve senki, sebestjénék, összegumizva, érted, ott van 40 darab levél. Na de akkor hogy egyszerre? Tehát akkor hogy jön meg egyszerre 10-15 darab csekk? Azért az nem egyszerre küldik december elejéig. Ott valami. Igen, hogyha ott valami nem stimmel. Egy nem jött volna meg, akkor azt mondom, hogy az oké. Na, de amikor így összesen, és ráadásul gondolom, akkuratosan össze volt gumizva a 30 levél. Letettek. Konkrétan nem tudta bedobni a ládába, és letette izé nehezéknek az ajtó elé. Nem mi megy ott nálatok. Az biztos, hogy Lőrincen ilyen nem fordul elő. Te nyalt! Hát ezért szebb ott a kenyér, meg jobb a sütemény, mert ilyeneket mondasz. Én nem nyalok senkinek, én az igazat mondom. És most az a duma, hogy amikor még én voltam postás, nem? Amikor még én voltam postás. Hát tudtam. De volt ilyen, hogy tényleg kézbesítetted. Persze, hogy volt, ilyen akarnak vele rocker voltál, és láttad, hogy ott lakik, nem tudom én, Momo, a pop előadó, és azt mondtad, hogy ezt akkor inkább a kukába dobom. Nem volt. Nem volt? Nem volt. Ezt szerintem nem is, nem ismerted még Balázs. Nem nálam közel ízét dobtál. Például az volt, hogy nekem a sogorom az elő volt postás, mint én, és amikor mondjuk ilyen ünnepek voltak, és rengeteg összejött neki, akkor simán odaszólt nekem, és mondta, hogy Jani, gyere már azt, hogy hogyha egy ezres és szord már ki a képeslapokat, mert nem fogom tudni befejezni ünnepek alatt. Tehát, hogy megoldották, vagy hát pedig kim voltak estig. Aha, na mindegy, jól van. Téged gyűlölnek azon a postán. Gyerekek, ennyi. Hát le kell vonni a megfelelő konzekvenciát, ennyi. Tehát sosem a visszajelzésekből kell összetenni magunkat, hanem el kell gondolkozni a saját viselkedésünket. De miért a posta meg a postás? Miért nem a szolgáltató? Lehet, én ezt csak kérdezem, nem? Én ezt csak kérdezem. Simán lehet, hogy karácsony volt, összetorlottak. Sajnos az a baj, hogy már csak 2 óránk van 10-ig, de folyamatosan tudnék mesélni megint arról, hogy még mindig nem sikerült azt a tetves gázórát átirakni, mert az ügyfélszolgálat csináltat velünk valamit, a központban pedig nem tudják értelmezni, hogy az ügyfélszolgálat mit csinál. És a központban még mindig az van, hogy az előző tulajnak a nevén van a gázóra, miközben mi már 3-szor töltöttünk ki 20 oldalnyi papírost. Ez klasszik. Azért, hogy csináljunk egy ilyen morgó hétfőt, vagy morgórát, amikor egy héten egyszer előveszünk ilyen ügyeket, és akkor mindenki elmondhatja, hallgatók is. 8 óra múlt pontosan 3 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk tovább a műsort. Volt a legszebb, de megoldottuk a történetet. Azt mondja, hogy trafi a Budafoki úton kifelé, méghozzá trafi a Budafoki 180-as szám előtt van, úgyhogy mindenki figyeljen. Devecserben mérik az Ajka felől érkezőket, ezt Levi küldte nekünk, valamint a Bach csomópont behalt, üzente Kinga. Kinga, köszönjük szépen! Budai alsórakpart Rákóczi hídtól dél felé beállt, ez is SMS-be jött, valamint az Orda cseréi kihajtónál a Pest felé tartókat mérik, méghozzá az M7-esen szőke kék szemű. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük, helyes lehetsz. Ha lány vagy. Ha fiú, akkor is csak. Azért. Még más. Reméljük, szőke kék szemű, igen. Lehet fiú is, ha lány, akkor az jónak tűnik így. Az írottak alapján. Attila út Moszkva tér felé szintén elesett, Ori Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ezt többen kérdezik, hát a Moszkva téren ott ugye nagy felújítások zajlanak, Szél Kálmán térnek kéne már mondjam azért lassan egy pár éve, de valahogy nem állok rá, úgyhogy azt érdemes lehet elkerülni, bár egyelőre hát nincs nagy dugó, legalábbis nem írják sokan, hogy olyan hatalmas nagy káosz lenne, de igen, ebben a pillanatban jött Szél Kálmán felé, nem menjen senki, Buda a déli felől elesett. Úgyhogy akkor ezzel meg is vagyunk. Takács Nikolász új dala volt, sokan kérdezitek. SMS-ben ez a Teli Hold című dal.
igen, Takács Nikolász, kedvelem őt. A dalt kevésbé, de Nikolász nagyon... Régen már tőle új nótát. Ugye a verseny után volt egy, én azt nagyon szerettem, aztán... Igen, zenéleg szerintem nagyon, csak nem igazán slágeresek ezek a dalok. Tehát nagyon összetett kórus, sokan énekelnek, jó, csak valahogy nem, hogy egy jó sláger kéne már. Nem érted a minőséget, tudod, ez a baj. Nem abszolút mindegy, így van, tovább. Nekem ez túl, de tényleg így van. Tehát hallom, hogy van benne sokkal több meló, mint sokszor egy-egy más típusú dalba, de nem is lesz igazán mainstream. Túl jó. A Nikolász szerintem, túl sajnos. Jó. Túl jó ez a dal nekünk, mi nem vagyunk ennyire. Proliknak. Az a jó, amikor ugyanezt mondjuk egy párkapcsolatban mondják neked, vagy egy éppen megszűnőben félő párkapcsolatban, túl jó vagy nekem. Volt ennyire hiteles. Igen. Sokkal jobbat érdemelsz, mint én. Na, akartál valamit mondani? Igen, akartam még az előző órára. Ha most megint egy újabb forgalmi helyzetet vázolsz, akkor kiugrom az ablakon, mert az, vagy én még belemegyek ebbe, és 3-4 órát vitatkozunk mindenféle dolgot. Nem, csak annyi, hogy ugye, hogy te azt mondod, hogy engedjük el, hadd menjen. Ha a közérdben majd, amikor sorba állsz, így beállnak eléd az emberek, akkor ugyanezt mondod? Hát nem. Szerintem nem. Hát a kettő nem ugyanaz. Tehát de vártam. De most azt ér... Nem, megint félig elmegy az idő, lapozzunk. Nem. Súgy, engedjük mondat, el. Szerintem a közlekedésben elvárható, hogy beenged, és elvárható, hogy beengedjenek, mert az a normális cipzár... Na, akkor van még időm egy kis kisire. Az a normális cipzár evlás. Németország, ha valaki beáll elé tesz sorba közérbe, az egyszerűen csak tahó. Tehát a kettő nem ugyanaz. De a leállósávban elmenő az autó, parasság. Aki beáll elején, azt mondod, engedjük el, akkor, hogyha te most ott állsz valaki, feljogosítok mindenkit, aki Sebestyén Balázst látja a boltban, a sorban, hogy álljon be el. Gyertek velem. Engedjük el. Na, viszont egy másik érdekes ügy, ami szerintem döbbenetes, és nem is beszéltünk róla a múlt héten, sok témánk volt, meg kötelezettségeink, ugye ott van a gyűjtés, amelyet sok mindennel foglalkozunk, viszont mindez idáig kimaradt. Nem tudom, hogy hallottátok-e azon szombathelyi tanár ügyét, aki számomra olyan felháborító dolgot csinált, hogy egész egyszerűen gyomorforgató. Persze nyilván az iskola még mondja, hogy hát kivizsgálják az ügyet, meg nem tudják, hogy mi volt pontosan, és addig nem akarnak nyilatkozni, de szerintem az ilyen az egész egyszerűen nem tanár. Tehát, hogy hát ez mindennel ellenkezik, amiért az ember tanárnak megy, és amiért ő arra tette fel az életét, hogy tanítson. Hallottátok ezt az ügyet? Igen, ugye? Kettesért lehetett vinni a tanár úrnak ezt-azt. Ha jól tudom, ugye? Többek között például az Erzsébet utalvány is elfogadásra került. És ez azért valójuk őszintén, ez felháborító, mert a méltán népszerű Erzsébet utalványt ebbe belekeverni. Ugye? Egyébként én csak annyit gondolok erről, kicsit régi vágású a tanár úr, tehát anyukám mesélte, hogy annak idején, amikor ők voltak gyerekek, akkor például disznóvágás után illet vinni a papnak. Ezt kimondta? Anyukám. A papnak, és ez a 30-as évek. 1930-es évek, a papnak és a tanítónak illet vinni valamit. Ez a szokás megmaradt később is azért. Mondjuk el azoknak, akik hát nem tudják, hogy pontosan miről van szó, ugye adott egy szombathelyi iskola, mindegy is, hogy ez most középiskola, szakközépiskola, gimnázium, igazából teljesen mindegy. A lényeg, hogy kiderült, és hát itt jön számomra a legmegdöbbentőbb dolog, hogy Erzsébet utalványt is elfogadott a tanár a jobb jegyért. Uh-huh. Gyerekek. Tehát akkor készpénzt Erzsébet is? Utalványt. Akkor készpénzt is, ugye? Mert hogyha már így mondjuk, hogy Erzsébet utalványt is, akkor ebbe benne volt az, hogy egyéb juttatások is érkeztek hozzá, tehát készpénz, fél disznó, akármi. És az ügy nagyon kemény, mert hogy azt mondta az egyik diák, egyébként egy rejtett kamerás felvétel készült, hogy a házi feladatokért kapott egyeseket lehetett jobb jegyre váltani, ha volt vagy van neked Erzsébet utalványod. És... hát ez szerintem az elképesztő. Az elég kemény, tehát, hogy forintosít volt a kettes, a hármas, meg a négyes, tehát minél több Erzsébet utalványt vittél be annál. Csak kettesig tudtad. Tehát a bukást lehetett megúszni, vagy pedig az elégtelent lehetett megúszni azzal, hogyha valamivel nincs mentség. Szerintem házi feladat egyest úsztál meg? Itt a videón látjuk, hogy mindjárt beadunk belőle egy részletet, hogy mi történik. Figyelj, a tanár olyan dolgokat mond, ami bicska nyitogató. Tehát, hogy én nem tudom, hogy most mi az ügy, vagy hogy áll az ügy, Uli, majd ha tudsz esetleg néz utána itt a szombathelyi iskolát, mi is keresjük, meg nem akarnak nyilatkozni, eljárás folytatnak, megvizsgálják, stb. A tanár egyébként azt mondta, hogy ezeket azt hiszem talán az volt a nyilatkozat, hogy ő ezeket csak kölcsön kérte, és hogy csak jobb jegyre, vagy jobb eredményekre akarta sarkalni a diákokat, és ez a tanulmányi eredményükre a diákoknak semmilyen hatással nem volt.
Kölcsönkértetek, később visszaadta? Hogy később elvileg visszaadta. Igen, és hogy már beszüntette ezt a gyakorlatot, ami nyilván nem igaz. Akkor ez ilyen zálog volt, hogy ezeket így begyűjtette, és akkor amikor meg volt a jobb tanulmány eredmény, vagy jobb produkció, egy felelésnél, egy dolgozatnál, vagy egy számokkérésnél, akkor ezt visszakaptad? Ez nyilván kamu. Na persze, hogy az. A gyerekek, ennél undorítóbb dolgot egy tanártól én nem tudok elképzelni. De tényleg, tehát, hogy amellett, hogy mi az üzenete ennek ez egy diáknak, amellett, hogy mire tanított ezzel a diákot, te anyagi előnyök miatt adsz jobb jegyet, ez elképesztő. Figyelj, és olyanokat mond egyébként, hogy beadok egy részletet, ez elég zajos, ugye ez egy kis videó. Egy rejtett kamerás videót csinált az egyik diák. És azt látjuk, hogy ül a tanár, és mond bizonyos dolgokat. Itt nagyon atmoszférás lesz. Erzsébet utalványt is hozhattok, feliratos, tehát a tanár hangját nem halljuk, csak atmoszférába. Boltba nekem is kell menni, mondja a tanár. Aha, figyelj, a picska kinyílik a zsebedbe. Boltba nekem is kell menni. Aha. Hogy ekkora büdös nagy bunkót az ember hogy tud elképzelni? És gondold el, te gyereked ezt hazajön is elmeséli. Tehát hogy boltba nekem is kell menni? Ez egy tanárember, érted? És egyébként nem is az egy ember a legfontosabb szerintem, aki mint pedagógus, meg mint ember elégtelenre vizsgázott, hanem annak az az üzenet, hogy amire tanítja ezt a 30 vagy nem tudom hány gyereket, hogy gyerekek, egyébként az életben pénzzel mindent el lehet intézni. Nem számít a teljesítmény, nem számít az, hogy tanulsz, nem számít az, hogy oda teszed magad. Ha van egy kis della, akkor el lehet mindent. Következő mondat, vagy okos valaki, vagy gazdag. Ezt azért értelmezzük még egyszer. Vagy okos valaki, vagy gazdag. Hát ha tudsz, akkor megkapod a 2-est, 3-ast, 4-est, 5-öst. Ha nem tudsz, akkor hoz utalványt, ha van pénzed, vagy hozzá készpénzt. Szerintem ez elképesztő, hogy egy tanár azt mondja, hogy vagy okos valaki, vagy gazdag. Értelmezd ezt a mondatot, és tulajdonképpen mit jelent? Vagy ezért, vagy egyed, vagy azért. Hogy mind, hogy, és hogy majd igen, hogy én erre nevellek. Mindent elérhetsz, pénzed van, megoldod. Vagy okos vagy, vagy gazdag vagy. Ha szegény vagy, akkor... és ne adj Isten, nincs pénzed, de esetleg rossz lett a jegyed, nincs lehetőséged javítani. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy kiemelem azt, akinek pénze van, hanem milyen véleményt mondok arról, akinek egyébként nincs pénze. Szegény vagy és buta? Ez egy ilyen világ. Akkor te nem, akkor nem jutsz sehova. Akkor te megbuksz, mert nem érsz semmit. Érted ennek az üzenetét? Hát... nincs pénzed, nem érsz semmit. Nem vagy ember. Nem tud kifizetni, nem tud megvenni a jegyedet Erzsébet utalványért. Mit mondott az iskola, Juli, vagy mit nyilatkoznak? Gyere már, hogy van az, hogy egy ilyen embernek nem szüntetik meg azonnal az állása? Hát nyilván be kell bizonyítani, ami történt. Hát bár ez azt gondolom én is, hogy elég bizonyíték lenne, igen. Én, nekem nagyon fura volt ez az egész videó, úgyhogy elkezdtem olvasgatni a kommenteket. És? Egy, állítólag ez valami zsibbasztóan rossz humorú tanár. Nagyon sok diákja kiállt a tanár mellett. Hogy? Állítólag ez egy rettenetesen fárasztó tanár. Na most az, hogy valaki pedagógus és ennyire hülye poénokat süt el, az állítólag, szóval jó, hát erről lehet véleményt mondani, állítólag ez a tanár poénkodott. De milyen szemes környezetbe jöhet ez a vicc elő, hogy hozzá arról van szó, hogy nem akarom védeni ezt a tanárt, mert hogy fogalmam sincsen, hogy akkor tulajdonképpen mi az igazság, most kiállít itt, mit kommentbe azt ír bárki, amit akar. De állítólag arról volt szó, hogy ha megírtad a házi feladatodat, illetve ha nem írtad meg a házi feladatodat, akkor kiválthattad, később beadhattad a házi feladatot, hogyha befizetted az osztálypénzt. Érted? A gyerekek nem fizettek osztálypénzt. Nem értem. A gyerek nem fizet tehát, hogy mi köze a... Így vette rá a diákot arra, hogy fizesse az osztálypénzt. És aki mondjuk ötöst ír állandóan, annak nem kell osztálypénzt fizetni? De hát azt meg... De azt mivel veszed rá az osztálypénzt? Hát ráveszed őt is, de valahogy az egyes, meg aki egyest ír, azt meg azzal tudod motiválni, hogy oké, nem írom be most, ha most odaadod az osztálypénzt, ha nem adod oda az osztálypénzt, akkor behírom az egyest. Igen, az, hogy aki dolog, semmi köze nincsen egymáshoz. De ez jó, egy tanár szájából, te örülnél, ha mondjuk csak a tanár humorizálna, de ilyen mondatokat hallanál a tanár szájából. Ilyen nem hangozhat el, még a humorizál, akkor sem. Én elég nyitott vagyok meg, én azt gondolom, hogy tényleg mindenkit úgy kell elfogadni meg. Szóval bennem csomó mindent tanul az ember, ahogy idősödik. De azért, ha jön a gyerek, és ezt így elmondaná neked, hogy talán azt mondja, hogy fél vagy okos vagy gazdag, ha nem vagy okos, akkor fizessél. Ha hülye vagy, akkor legalább fizess meg, hogy hülye vagy, és akkor okosabb leszel, vagy veszel egy állomásságot. Szerintem ez semmilyen úton módon nem nincs elfogadható. Nincs mentség, és a másik még, ami szintén fura, ahol nekem az egész billen, hogy ilyen matricákról beszélgetnek a videóban, azt látjátok? Hogy? Mert folytatom, tehát csak nagyon hangos. Van nálad, nem tudom, hogy hány matrica? És van egy nagy áruházlánc, ahol ilyen matricákat lehet gyűjteni albumba. Én szerintem is Sánt itt azért ez a történet. Állítólag a tanár úrnak a gyerekei nagyon szerették ezt a matricás albumot,
és a gyerek, hogyha adott 6-8 ilyen csomagmatricát, akkor lehet, hogy megint. Tehát itt megint ez a történet nekem borul. Nekem meg az azért borul, mert hogy az Erzsébet utalványa mit kezdesz, mint osztálypénzért. Van egy csomó egyébként, egy csomó szülő, aki abban fizet, és akkor aztán a tanár azt átváltja? Mert hogy ő úgy is megy boltba. De az is egyébként fura, hogy egyébként egy tanár osztálypénzt már nem is szedhet, de hát ez nyilván most ezen nem érdemes elkezdeni filozofálgatni. Így van. De most figyeljetek, az SMS falom, de mindjárt vissza is szaladok, mert van olyan, aki a védelmébe veszi, hogy kérdezzétek meg a diákokat, hogy mindjárt felhívjuk. Igen, felhívom, mert ez egy érdekes felvetés egyébként, hogy a diákok részéről volt-e visszajelzés, hogy ténylegesen így szedett be valamit, vagy hogy ők ezzel a rendszerrel. Nem, azért mondom, hogy egy csomóan megvédik a kommentekben ezt a tanárt. Volt olyan, hogy nem tudott elszámolni mondjuk az ilyen módon beszedett osztálypénzzel, mert azért ez is szempont, mert ugye pedagógusként, hogy a kommunikációja az nulla, tehát hogy az teljesen egyértelmű, hogy hát így nem lehet kommunikálni a dolgokat, tehát ilyen nincsen ennek a két dolognak kiváltása. Hát meg az üzenete kiváltasz egy jegyet. Tehát ha neked van Erzsébet utalványod, te kiváltasz egy jegyet, vagyis te akkor okosabb vagy jobb tanuló leszel, ha meg tudod venni egyet. Hát ez mit mutat egy diáknak? De hogy az... el tudod intézni, ha van pénzed. Nem kell okosnak lenni, legyél rafkós, legyen pénzed is. Akkor. Ami nyilván egyébként mutatja a jelenlegi állapotokat, mert valójában tényleg ez van, így működik, tehát azért a pénzed van, jutsz, előrébb jutsz. Ez sajnos egy szomorú helyzet. De nem biztos, hogy azért ez gimnáziumban kell beléjük verni, nem? Még ha ez egyébként valójában a való életben tényleg így is működik. Tehát, hogy jobb orvosi ellátást kapsz, ha adsz pénzt. Hát basszus, előre. Így van. Hát igen, pályázatnál, ha visszaadsz pénzt, akkor előrébb kerülhetsz. Mire? A paraszolvencia mi? Na, hát akkor, de akkor ez ugyanaz, csinálsz? Nem? Megvesztegeted az orvost, nem? Te megvesztegeted az orvos, azt mondja, ennyi az ára, de hogy ennyi az ára, a félelemből odaadod, hogy foglalkozzon a betegeddel. Mit csinálsz? Vesztegetsz. Nem történik más. Pénzt teszel a zsebébe, megvesztegeted, megveszed a külön figyelmet, hogy adjanak neki párnát, hogy betakarják éjszaka, lefizeted a nővért. Ez súlyosabb, hogy a pedagógus csinálja? Szerintem sokkal. Szerintem igen. Hát nem. Hogy egy matek kettest veszel, vagy egy jobb párnát a kórházban? Súlyosabb a matek kettes? Hát nem, a jobb párnát, ha te megveszed, az már egy közállapot, azt te felnőttként eldöntöd, hogy meg tudod-e venni, belemész, nem mész bele. Na de a gyerekednek ezt üzenet, hogy ez egy ilyen világ, ahol ha neked pénzed van, akkor te okosabb leszel? Hát ez szörnyű. Na de ez a pénz, amit beszed, állítólag ez nem az ő zsebébe vándorol. Hanem osztálypénz. Osztálypénz. Mint Erzsébet utalvány? De az Erzsébet utalvány, te be tudod fizetni. Azt elfogadják, ha be tudja váltani olyan dolgokra, amikre aztán szükség lesz mondjuk egy osztálykirándulás során, vagy akár. Tehát állítólag ugye nem írja be az egyest, ha te befizeted az osztálypénzt. Ha következő alkalomra nincsen meg a házi feladat, akkor beírja az egyest. Állítólag ez volt a deal lényege. És hogy ezt mindenki félreértelmezi. Ezért lenne jó bárkivel beszélni, aki ezt az egészet... Tehát saját célra nem zsarolt ki semmilyen összeget, se Erzsébet utalványt, se pénzt a diákoktól. Ezt mondja, de közben meg akkor mi a túróért szedek a gyerekektől matricákat a gyerekeimnek. Szóval, hogy akkor itt mi ez, van? Nem, itt szerintem most már minden össze van azért hordva. Tehát ez a matricás dolog, ez valószínűleg olyan lehet, hogyha jó viszonyban vagy te vagy szülőként, az osztályfőnökkel, vagy jó viszonyban vagy valamelyik pedagógussal is hallott, hogy a gyerek szereti ezeket a matricákat, amik egyébként kiló számra dobnak utána ezekben az üzletekben, legtöbb esetben már első kéret, tehát hogy ezt te is tudod, mindenki tudja, hogy ez igaz, effektíve értéke nincsen, figyelmességképpen elküldik, vagy odaadják neki, mert hogy a gyerek szereti. Tehát, hogy nem, szerintem már mindent nem kell belemosni ebbe a dologba, ez a matrica, mert a dolog ez abszolút ilyen mellékes, nem ide tartozik. Jó, visszajövünk valakit, aki ott dolgozik, beszélj velem. Nézzük meg, hogy ez más iskolákban hogy megy. Jó, régen mi volt, amikor tényleg Feri bevitte egy fél malacot, vagy az ő anyukája, hogy Feri átengedjék. Vittük rendesen, csak azért vittek, mert túl nehéz volt. Egyébként egészet vittek, csak két körben. Igen, nem tudták bevinni elsőre. Jött is az ötös. Hogy ki hogy próbálta meg régen, vagy az ő anyukája, apukája megvesztegetni a tanárokat, jó? Hogy a gyerek ne bukjon meg matematikából. Mit kellett vinni a tanárnak? Most mit kell vinni? Esetleg van-e olyan tanár, aki most jelen pillanatban a ti gyerekeiteket tanítja, és elmondta, hogy kedves apuka, kedves anyuka, ha ezt megkapom, ha ezt nekem behozza, akkor a gyermek nem bukik meg. Lehet, hogy egy ilyen történetet is találunk. Nem simán elképzelhető. Simán, de hát egy csomó olyan szülő van, aki elébe megy ezeknek a dolgoknak. És már adja. És már viszi. Igen, ne várd meg, mit kérik. Megveszi a tanárt. Az nagyon meleg. Hogy ajánlott föl először, ha ő nem utal rá? Nem ajánlod, oda viszed. A borítékot? Tehát a fiat bukása a matekból, és egyszer csak előveszel egy borítékot? Hát vagy nem borítékot, tehát mit tudom én érteni, névnapja van a tanárnőnek, és ott talál az asztalán reggel 10 darab krémes, meg egy csokorvirágot, és sok szeretettel, mit tudom én, a Varga család. Igen. Na, nézzük meg, ez régen hogy ment. Jó, drága hallgatóink, illetve most, ha van olyan tanár, akit nektek meg kellett vesztegetni, írjátok meg, hogy kit, mivel lehetett lefizetni. 8:30 múlt 2 perccel, SMS számunk 06 70 645 00 00, jövünk a hírek után.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És tanári vesztegetésről beszélgettünk, hogy ki mit csinált régen, illetve kinek a szülei hogyan próbálták megkenni a tanárokat. Esetleg most van-e olyan tanár valahol, név nélkül igazából nem is a nevére vagyunk kíváncsiak, akit diákként vagy szülőként meg kellett vesztegetnetek azért, hogy a gyerek az egész egyszerűen tovább tudjon tanulni, vagy ott maradhasson abban az iskolában, vagy jobb jegyet kapjon. Megkenni, olyan durva szavakat használsz. Indokolatlanul figyelmesek voltak. Ez csak kis segítség, így van. Hát. Segíted a gyereket, így van. Hát a nagyvilágban is egy zajlik, hát ez van a világban is, tehát tulajdonképpen most nagyon nem megy más, hogy az iskolában sem. Kovács Pistike, 6. osztályos tanulónak az apja autószerelő. Én vagyok a tanár, és lerobban a kocsim. Hát most kihez fordulnék, érted? Hát tudom, hogy a papa autószerelő. Papa megcsinálja az autót. Azt ennyi. Érted? Semmi nincs. A 10 krémes, jó, most a 10 krémesből egyet megeszik, de hát ott van az összes többi tanár, aki látja, hogy olyan ilyen jó ízűen fogyasztja azt az 1 krémest, nyilván megkívánják, és hát hogy tudjon figyelmes lenni a kollégákkal. Igen. Ugye itt egy szobathelyi esetről beszélgettünk, hogy ugye igaz, nem igaz, itt egy videót csinált, állítólag kiderült, Júli utána nézett, hogy állítólag ez egy olyan diák, aki azért vette föl, mert a tanár őt utálja, le akarja járatni a tanárt. Hát, illetve ő utálja a tanárt, mert... Ő utálja a tanárt, a tanár is, nem tudom, konfliktusba keveredtek, és fölvette ezt a beszélgetést, de hogy a diákok közben kiálltak a szombathelyi tanár mellett. Mind a két osztály, illetve az iskolának a teljes közössége, úgymond az alkalmazati közösség is megfogalmazott egy hivatalos álláspontot erről az egészről, és kiálltak a tanár mellett. Jó, közben vannak érdekes mondatok ebben azért továbbra is, tehát az mondja a tanár, hogy add csak azt a matricát, mert nekem is kell boltba menni, szóval nem, de szerintem azért ezek akkor is erősek egy tanár szájából, de mondjuk tételezzük föl, lehet, hogy ez így van. Nem tudom, én magáról a tanári hivatásról gondolom azt, hogy olyan tisztának kéne, hogy maradjon, nem? De nem vagyok álszent, meg nem vagyok naív, csak amikor egy tanár elfogadja, vagy mondja egy másik szülőnek, hogy hallom, hogy maga autószerelő, megoldhatnánk azt a 3-ast Pistikének. Szóval, hogy... A kicsit gyorsabban csinálja meg a kocsit. Hát az egy dolog, hogy gyorsabban. Vagy olcsóbban. Vagy ingyen. Érted? Tehát, hogy ők is emberek. Te tudom, csak valahogy... a gyerekét, érted? Tehát, hogy te is adsz. Na, de te azért mentél, tehát, hogy te képviselsz valamit. Te ott vagy a gyerekkel egy adott időben. Te nem azt akarod neki megtanítani, hogy hagyd magad megvesztegetni, mert előrébb jutsz. Még ha ez a világ ilyen, és ne legyünk álszentek, tényleg így működik. Ha pénzed van, sajnos többet érsz, több mindent tudsz elintézni. Vagy azt gondolhatod magadról, hogyha pénzed van, többet érsz, még ha ez nem is így van. De most őszintén kell lesz jelezni a tanárnak? Szerintem nem. Már hát, hogy érted, hogy a szülő ajánlja föl, ha meg akarja vesztegetni? Itt van Pistike apukája, aki akkor mondjuk karosszíria lakatos, vagy autószerelő, és oda beviszi a tanár úr az autóját, akkor szerintem az autó így is, úgyis gyorsabban fog elkészülni, és lehet, hogy nagyobb igényességgel műgondol, mint mondjuk bárki más civili, aki beviszi az utcáról. Szóval szerintem a szülő az elébe megy ezeknek a dolgoknak. Nem várja meg, amíg a tanár úr jelzi ezt, vagy a tanárnő jelzi ezt. Finoman előre megy, igen. Gyorsabban, és legfeljebb azt jelzi neki, hogy hát ugye nagyon sok megrendelésünk van erre a hétre, de szerintem be tudjuk valahova szuszakolni a tanár úr autóját. Tehát egy ilyen díjat köttök úgy, hogy nem mondjátok ki. Se te, se ő nem mondja ki. Aha. És egy idő után az autószerelő már havonta jön egyszer a kocsiért. Tudom, hogy nincs tanár úr, átnézzük, lemosva, megtankolva vissza. Nem akarom zavarni az órát. Jó, vagy Sanyikám, oké. Na, van egy hallgatónk, aki rendbe teszi ezt a kuca történetet, mert így elmondva lehet, hogy más a kép, ha az ember olvas ezeket a mondatokat, az valójában bicska nyitogató. Közben vannak hallgatók, akik ennél a tanárnál tanulnak, vagy tanultak. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Péter Hello. Vagyok. Hello, szia. Péter, te ismered ezt az iskolát? Igen, én oda jártam 4 évig, nekem konkrétan a tanárom 4 évig az osztályfőnököm is volt. Nagyon jó, hát akkor te el tudod mondani ezt a történetet, hogy miért csinálta akkor valaki ezt a videót, hogy miért készül egy ilyen videó, valaki le akarta járatni ezt a tanárt? Hát figyelj, nem tudom, én nekem a saját tapasztalatom az volt, hogy azért egy elég érdekes jelenség volt, tehát sokan nem szerették, az biztos, mert voltak érdekes dolgai. A humor az nagyon érdekes volt, ez tényleg ez a videón is látszik, hogy voltak érdekes beszólásai, de én ezt tudom elképzelni, hogy volt olyan, akivel nem úgy bánt lehet, hogy kellett volna, ez is lehet, és ezért csinálta ezt a videót. Hát nem tudom, hogy mi volt az indok. Na, de te hozzájártál. Hát a legfontosabb, hogyha te esetedben ilyen nem volt 4 évig, akkor valószínű, hogy nem történt itt sem az, csak mondjuk lehet, hogy félreértelmezzük a dolgot. Egy kicsit félre van értelmezve, tényleg, őnek nem voltak érdekes beszólásai. Egy kicsit lehet, hogy bántó is volt pár embernek, de őnek volt egy elég ilyen kemény stílusa, amit hogyha az ember úgy ismert és megértett, akkor nem volt bántó egyáltalán. De ez a pénzes dolog is olyan volt, hogy ilyenek tényleg voltak, hogy rengeteg ilyen beadandó hárt kellett csinálni, meg rengeteg ilyen
kidolgozott fogalmazást, hasonlókat, és hogyha késtél vele, akkor hát igen, megkaptad az egyes, de hogyha 600 osztálypénzbe pénzt, tehát hogyha volt elmaradásod, azt úgy megrészte, azt kifizetted, akkor utána akkor kaptál még egy pár nap haladékot. Tehát ilyenek már akkor voltak, és ez már több mint 10 éve volt ott. Aha, tehát ez működött akkor. Tehát haladékról beszélünk, tehát nem arról volt szó, hogy jobb jegyet adott esetben érte, hanem ugyanúgy kellett teljesíteni, ugyanúgy el kellett végezni a feladatodat, és nem saját magának, hanem az osztály pénzbe szedte be ezeket az összegeket, amiket egyébként hivatalosan is be kellett szednie. Pontosan. Tehát motiváló volt az egyes, vagy a kilátásba helyezett egyes arra, hogy az osztálypénz összegyűjjön. Igen. Tehát ő nem próbált úgymond hivatni így a diákokat felesleges, ezért megnéztem ezt a videót, én nem olvastam ennek utána a kommentjeit, és így nem, csak így azt gondoltam, hogy ez így erős. Aztán persze ebben humor van, és ő nem gondolja komolyan, és nem azt mondta tényleg, hogy nekem is élnem kell valamiből, add csak ide azt a matricát. És jó, nem, ahogy egy-két hallgató mondja, hogy a gyerekének vitte haza, és ő egy jó tanár, akkor nyilván én megkövetem, de azért ezt így végignézve szülőként, hogy hát igen, ha okos nem vagy, legalább pénzed legyen, mert nem ér semmit. Ezek így erős mondatok egy tanár szájában, és továbbra is fenntartom, hogy nem biztos, igen, hogy... Szerintem nagyon. De ez nem egy általános iskola. Tehát azt is lehet mondani, hogy itt fiúk jártak, ezek 14-től 18, és nem tudom hány éves fiúk voltak benn. Tehát szerintem azért egy ekkora gyerekeknél már lehet egy kicsit úgy poénkodni, és ők is fogják érteni a poént, amikor már nem fognak megbántódni. Persze. Tehát ha általános iskolában én azt mondtam volna, hogy ilyet mondott, hát persze, és azt mondom, hogy oké. De azért ott vannak ezek már a tinédzser fiúk, tehát nem fognak szerintem megsértődni ilyeneken. Aha. Tehát ez egy közönség is más. Jó. Tehát meg ez egy olyan közösség azért, mégis nem tudom, hogy most itt pont osztályfőnöki funkcióba volt, vagy más tanáriba, de például ez egy olyan közösség volt nálunk, és ott voltunk 30 páran fiúk, tehát ő egy kicsit olyan, nem akarok erős szót mondani, de olyan az ottani apánk volt, úgyhogy tehát kicsit többet megengedett magának, az biztos, hogy más tanárok. Tehát foglalkozott is velünk, tehát nekem is személyes példám volt ez, hogy én az első egy-két évben majdnem kibuktam volna, és aztán végén meg osztály elsőként érettségiztem, tehát úgy velem is elég kemény volt az elején. Uh-huh. Na jó, de lényeg, hogy akkor ezeket nem tette el, tehát hogy itt nem egy valódi vesztegetés látunk, hanem egyfajta lejárató kampányt, ezt fontos akkor kiemelni, hogy ezt az ügyet rendbe tegyük. Jó, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Hogy csörögtél, segítettél rendbe tenni ezt a videót. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Na nézzük egy-két SMS-t, ugye, ha kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy amikor ők gyerekek voltak, a szülőknek kellett tanárt vesztegetni. Önmagában már milyen szörnyű, nem? Hogy az egyik legszebb hivatás, és most a tanárok tényleg ne értsék félre, akik most bennünket hallgatnak, nyilván néhány igazgató már lángba borult, hogy mi arról beszélünk, hogy minden tanár megvehető, mert az ember mindig rosszat hall abból, amiről mi beszélünk. Nem ezt mondtuk, nem ez volt az üzenete. Nem általánosítottunk. Nem. Szép hivatás, fontos hivatás, csak van néhány tanár, ahol ez működik, mint ahogy kiderül az SMS-ekből, igen. Sört vittem a rajztanárnak, így nem volt igazolatlan hiányzásra. Korrekt. Mindig kell neki is. Kiszáradás ellen. Korrekt, azért ebben a formában nem biztos, hogy jó szó. Miért? Délután otthon megitta a sört, na? Puff, nem kaptál igazolatlant, Isten. Lehet. És simán egy alkoholmentes volt, és egyébként a tanár úr adott rá pénzt. És mindez nyári szünet nem történt. Igen. És a tanárnak el volt törve a lába, ezért. Főiskola matekvizsga mellé egy boríték, benne 5 darab 10 000-es és egy papír, jegyenként egy 10-es eredményhirdetésnél. A tanár visszaadott 4 darab 10-est és adott egy 1-est. Így van, ez pont 10 000 forint. Milyen jó, szép, igen. Jó. Főiskolán a csoportársamnak egy hétig betonozni kellett a tanár vidéki telkén a 2-esért az egyik nyári szünetben, írja Áron. Ez se durva? A tanár kertjébe betonozol, hogy meglegyen a 2-es? Mit mondjak erre, gyerekek? Hát kell a beton a tanár úrnak, a hétvégi ház alá, neked kell a 2-es. Ez deal, üzlet, így hívják. Érted? Neked 2-es kell, vannak neki hivatásokon beton kell. Nem fér bele a deal, a tanár most hivatás az ilyen. De miért szerintem nincsen deal? Szerintem nincsen deal. Milyen tantárgy volt odaírva? Nem, elméleti betonozás. Fizika. Na, csak azért kérdezem, mert hogyha ez egy építőipari szakközépiskola volt, és ez gyakorlat. Volt a pótvizsga, vagy pedig a szakmai gyakorlat, akkor miért ne? Ne adj Isten, fordítsuk meg a helyzetet. Ne adj Isten. 5 év múlva. Jó a kérdés, Beni, egyébként. Igen. Nek nem fog úgy menni egy tartály. Mondjuk a matek hazapjára, hogy hülye lesz. Ütött a matekból. Jó a kérdés. És jön, és már fél év van, és mindjárt ott a fél évi bizi, és látod a gyereken, hogyha beledöglik sem egy neki 2-esre a matek, és egyszer csak így úgy döntesz, hogy csak bemész a tanár úrhoz. Na de várjál, nem mindegy. Bemegyek, és én vetem fel, kvázi kezdeményezem a megvesztegetést, vagy felveti nekem a tanár. Az sem mindegy. Ja, hogy ő mondja azt, hogy Sebestyén úr, csak elmennék a családdal egy hosszú hétvégére. Na, hát mondjuk az a meg... Na, azt mondom, akkor bukjon meg a gyerek, te gyökér rajta. Akkor, ne, tehát, hogy azért... Tehát, nem tudom. Jó, meddig vagy hajlandó elmenni? Hogy megvesztegetném el a tanárt? Valószínű meg. Na, ugye? Tessék. Tehát
A én nem vagyok álszent, valószínű, a gyereket tartanám fontosabbnak, igen, mint a saját. A szülői oldalról is van erre. Erkölcsi mércémet. A Balázs ennél sokkal okosabb, akkor egy szakorvossal konzultálni, és szerezni egy diszkalkuliáról szóló kis elemzést, ami a gyerekre vonatkozik, és onnantól kezdve nem lehetne számon kérni rajta a matematika tudást. Na, de azért, Feri, mert ő fölveti nekem attól azért, mi még a rendszert magát elítélhetem, vagy ha elítélem a rendszert, már nem is mondhatok igent? Ha saját gyerekemről van szó. Akkor nem dumálhat. Saját magaddal mész szembe akkor. Hát figyelj, hogyha... Nem tudom, hogy mit csinálnék. Tehát ugyanakkor tényleg álszent nem akarok lenni, mert ez a világ valójában tényleg erről szól. A tanárhivatás egy nagyon szép és tiszta hivatás, abban ne keveredjen meg vesztegetés. Hát legyen néhány foglalkozás, ami úgy marad ártatlan az évtizedek végéig, vagy az évszázad végéig, ahogy elindult. Nem? Ha volt egyáltalán tiszta. Bocsánat, tanév végén sose adtatok ajándékot a tanárnőnek. Na de az más. Dobodába, nem tudom, miért? Olyan azért, napokra. Hogy megköszönd azt, hogy egy kicsit jobban odafigyel. De mi a doboz tenni, de bocsánat, hát azért, én az óvodába viszek a gyereket, a tanárnak vagy az óvónőnek, akkor megköszönöd a munkáját, tudod egyrészt, hogy szegények nincsenek is megbecsülve anyagilag, kettő, sokat foglalkozik a gyereked, de kvázi az év végén te teszel egy gesztus, hogy megköszönöd azért. Nem azért kapod, hogy utána jobb legyen azért. A hátsó polcon az a gondolat, hogy hát, ha akkor egy kicsit jobban oda fog figyelni. Én megmondom őszintén, hogy nincs. Mi külön, tehát én megmondom őszintén, hogy azt el is ítélem. Tehát, hogy külön ne adjon senki. Semmilyen ajándékot, semmilyen tanárnak, meg egy osztályfőnöknek, adjon együtt az osztály közösen valamilyen normális, hétköznapi, tényleg a figyelmesség kategóriába tartozik, tehát nem wellness hétvégét, vagy mit tudom én, érted, egy törökországi nyaralást, vagy ilyesmit. Persze, most kapjon egy csokor... rám. Törökországi. Mindent te most küldjetek törökországi. Pont a tanárok, az óvónők pont nagyon megérdemelnék, basszus, hogy ilyet kapjanak. Más dolog, igazad van, de ez teljesen más dolog, hogy ha a közösség ad neki egy csokorvirágot meg a desszertet, akkor az semmi gond nincsen. Te külön-külön nem menjél már oda. Én megyek. De miért nem én megyek, mert én nem hagyom, hogy a 150. tögunalmas képkeretet vegye meg az SMK, és azt mondom, hogy szegény, ő sem mondja, hogy nem örül neki a képkeretnek. És megveszi a törökországi utat egyedül. Nem, hát a Viki vitt két gyertyatartót, két kis virágot, illat, mit azt, hogy köszönjük szépen. Hát szerintem sokkal személyesebb, mint hogy összedobod és vesztek egy 26. De. 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 Ez volt az ő ajándékuk most. Nem, ez most tökre félre érted, nem így van. Mit hoztak sebességnek, ez nem így van. Az, hogyha te külön az óvodába odaviszel két darab teát, egy gyertyát, és te külön megköszönöd, mert egyébként mondjuk az iskola vagy az óvoda gyűjtött valami olyan dologra, amiben semmi személyes nincs, és te odamész, abban szerintem semmi rossz nincs. Az, ha évvégén teszed meg, de miért? Tehát mi azzal a baj? Minek? De hogy minek? Hogy minek? Hát nem, egyrészt én azt gondolom, hogy a pedagógus a munkáját végzi, és jó esetben de ez egy gesztus, azért mert ő kap fizetést, attól, hogy még tehetsz egy külön gesztust. Tehát én nem arról van szó, az iskolába vitted, vagy pedig privát találkoztatok, összefutottatok. Nem, óvoda. Persze. Tehát, az óvoda az egy picit más. Tehát, hogy azért, ha én jobban leszek a suliban, milyen juttatást tud nyújtani, ad neki egy piros pontot? De nem, hogy milyen juttatás, itt nem a juttatásról. Nem a juttatásról van szó, hanem hogy 8 órát foglalkozik a te gyerekeddel. Az óvoda az más, mint az iskola. Én iskoláról beszélek. Az óvoda az más szerintem. De ő az iskolába is. Én az iskolába, én elégedett leszek. És én tudom, hogy a gyerekemet egy csomó jóra tanítja, szerintem évvégén tenni egy olyan gesztust, amivel őt nem alázod meg, nem 100 000-et adsz, nem borítékba adsz, hanem kikérdezed a másik szülőt, hogy minek örülne. És veszel két teát meg egy gyertyát, szerintem ebben az ég egyet a világon semmi baj nincs. Ez nem az üzenet, hogy nekem csalódást okozok most az iskolában, soha senkinek nem fogok adni semmit. Szerintem ezzel nincs. Figyelj, 4-5-6-8 órát van a te gyerekeddel. Tehát, hogyha te ezért nem vársz el semmit, és nem azt mondod, hogy add meg, mert akkor majd intézzük ezt a matekettest, hanem egyszerűen teszel egy gesztust, mert azt érzed, hogy őt valójában kedveled, és mondjuk szereted, és megérdemli, azzal mi a baj? Nem? Suliba nem lehet adni? Nekem még nem iskolás vagy gyerekedben. Én mindig adok. Te adsz, te is? Én mindig adok, de nem azért adok, hogy akkor majd jobban odafigyelnek a gyerekre. Hanem megköszönöd kvázi. Van, meg és akkor abban az évben, amiben nem adsz, akkor abban az évben az a jelzet, hogy van valamilyen kritikád vele szembe, de vagy nem, de tevékenységével? Nem adok, nem. Hát én igazából én szégyellem magam azért, mert annyit keresnek amennyit, meg olyan juttásokat kapnak, amiket. Az pont nem a te sarad. De és nem érdekel, az én gyerekemet tanítja. Évvégé, tehát alkalom kell. Tehát lezárták, kell. Ugye? Lezárták. Nem, alkalom kell ahhoz, hogy adjak. Hát karácsonyban. De miért? Most egy tanárnak névnapja van, és mondjuk 25 szülő tojik rá, és azt mondta, hogy figyelj, te jóba vagy, kedveled, normális, és te mondjuk vinnél neki egy szál virágot. Ez a kapcsolat, az a ti kettőtök ügyelt. Na de hát az én ajándékom évvégén is privát. Az iskolába adod, bemész és odaadod neki az iskolába egy ilyen. Nem találkozom privátban. Én nem hiszem, hogy a gyerekeim tanárával én privből fogok találkozni. Hát odaadod neki. Meg iskola délbe bemész, ahogy az óvodában mész. Délután találkozol, és azt mondod, Katika, boldog névnapot. Figyelj, mi az Ovi-ban nagyon lerokoltunk, mert mi nőnapra, névnapra, születésnapra mindig vittünk
De ez most már csak nyallerkodás. De miért lenne? Ez nyallerkodás. De milyen hülye világ az? Hát ha teszel egy gesztust, az egyből nyallerkod, de miért lenne az? Miért mi nem tehetünk gesztust az óvónőknek, vagy a tanároknak? Hát miért nem? Én azt gondolom, szerintem ez teljesen. Mert megkapják a fizetésüket, hát attól még azért miért nem fejezhetnéd ki a háládat, hogy 8 órát foglalkozik a te gyerekeddel, figyelj, nem? A közösség nevébe, oké, de azt is egy normális, elfogadható kereten belül. De miért? De az, hogy én figyelj, azt ti tudjátok, az a ti dolgotok. Én nem fogok senkivel ilyen szempontból így privízni. Érted? Szimpatikus, jó fej, jó arcnak gondolom, akkor az iskolától teljesen függetlenül úgy, hogy privátban megtalálom a módját, hogy odaadjam neki, odaadom, de nem az, hogy érted? Mint egy diáknak az anyja, vagy az apja. Érted? Én ebben nem látok a közösség semmit. Nevében igen, aha. Az osztály nevében igen. A közösség nevében megvenni a 150. Teljesen személytelen képkeretet gyerekek. De, tehát, ne tetézd, én ezért jöttem, de ne tetézd. Én értem most, a közös ajándékot, egy szegény óvónénik, hát azért a 86. ugyanolyan ajándék minden évben, de én értem. 19-re lapot kértél, Balázs. Engem már utálnak, engem már minden szemkásukkal. Ezt a hanganyagot is ki kell rögtön. Van elég harcom, de a kristályvázásokkal, vagy bár látom. Nem akarom elkezdeni, mert hosszú. Tehát, hogy én egy kicsit Jani pártján is vagyok. Mert én mindig azt mondom, az SMK-soktól mentsen szóval meg az Úristen minket. De az osztály, ez egy közösség, és úgy is kell. Na, haragudj! Na, az SMK-t. Mondjad, Anna, mit akartam mondani, hogy... Én úgy vagyok, hogyha megbeszélünk valamit, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy mind ad a nem dögunalmas képkeretet, hanem ad az osztály a közösség, akkor nyilván én is adtam privátba egyébként, abszolút, de nem tudom, ez egy kicsit akkor olyan faramuci, mikor úgy sorakoznak és mennek oda az emberek külön privátba. Ha megbeszéltük, hogy adunk egy nagyot csoportpénzből, és utána ő mégis azért úgy érzi, hogy vesz, akkor nem értem. Mert ez a közös, és te a személyes rajongásodat még így ki van. Tud fejezni. Jó, oké, azért mondom, ez nagyon összetett. Én is volt, hogy adtam, tehát, hogy én is volt, hogy ott álltam a sorba, és külön, mert úgy éreztem, hogy igenis, hogy szeretném megköszönni a munkáját. Netes. Figyelj, eleve kellemetlen helyzetbe hozzá egy picit azokat, akik azt gondolják, hogy az a nagy közös ajándék az osztály nevében, az mindannyiatok nevében van. Oké, megveszitek, aztán oda mentek, és azt látod, hogy ez is oda megy balról, az is oda megy jobbról, az is, hogy te meg ott ülsz, és így kezdesz elsőni, úristen, itt mindenki külön-külön, de akkor miért volt ez a nagy ajándék? Akkor most vagy adjon mindenki külön-külön, vagy legyen egy nagy közös. Mivel azokkal, akik hát ez egy már nincs pénze arra, hogy még ő is vegyen ajándékot, akkor ő érezze rosszul magát. Igen, és rosszul érzi magát. Hát erről beszélek, hogy ugye nekem most egy kicsit már más iskolás a lányom, tehát hogy... Óvatosan, megint balhéd lesz, megint hanganyagot kell kikérned, mint a múltkor, majd itt állsz, sírsz nekem itt 2 napot, hogy ki csinált a szülői munkaközösség, úgyhogy óvatosan fogalmazzál meg. Megesznek reggelire. Igen, azért mondom, hogy most itt óvatosan már tényleg. Szóval nem, óviba én is adtam tényleg, én is ott álltam, és hogyha úgy éreztem, hogy a pedagógustól többet kapott a lányom, és odafigyelt rá, úgy, ahogy más az óvi meg a suli. Igen, más a suli. Így van, így van. És ez nem megbecsülés, vagy nem megbecsülés kérdése. Én nagyon becsülöm a tanárokat, nagyon-nagyon hálás vagyok a munkájukért, amennyiben azt látom, hogy tényleg a gyerek fejlődik, és nincsenek problémák. Vagy már azért is hálás vagyok, hogy meg tudjuk beszélni együtt a dolgokat, és ha van valami probléma, azt meg tudjuk közösen oldani. De hát nem fogok oda menni egy ízével, egy krémessel, tortartóval, virággal, vázával, csak külön azért, hogy megköszönjem az ő munkáját, egy amit egyébként neki amúgy is el kell végeznie. Tehát egy jó pedagógusnak azért legyen jó pedagógus, mert a végén oda mennek 30 különböző ajándékkal, meg plusz a nagy közössel mehet haza. Na. Hát igen, kicsit osztom ezt a Jani féle vonalat én is. Ha megbeszéljük, hogy akkor nem feltétlenül. Jó, persze, nekünk még nincsen iskola. Úgyhogy... Igen, ez már kicsit olyan nekem olyan, mintha úgy kicsit többet akarnál attól a tanártól. Tehát nem a közösség ad, akkor egy kicsit, mintha úgy személyesebbé fűzném olyan szinten, hogy... Lehet, hát 12 személyes, és ez az étkészlet tanárnő, csak jó, az már egy kicsit a másik véglet, igen. És a pedagógus nap az más, tehát én azt mondom, hogy ott valaki visz privátba virágot. Tökre megérdemli. Megérdemli, irdatlan mennyiségű melót tolnak maguk előtt. Igen. Hát és igen, és mennyire alul fizetett. A fater megcsinálta a tanárnőt, 5-ös voltam, matekból visszatérve a megvesztegetésre, igen. Az én tanáromat a édesapám 10 kiló hurkával fizette le, hogy ne kelljen pótvizsgálni, sikerült, Ricsi küldte nekünk, igen. Főiskolám a csoportársamnak egy hétig betonozni kellett, erről beszéltünk, igen. 11 évvel ezelőtt nyelvtanból álltam bukásra, egy ajándékcsomag kb. 5000 forint volt, 2 felkészítő óra 2000 forint, és 4-es lettem az év végén, de a 2-est ajándékcsomaggal már meg lehetett váltani. Általában megmondtam, mit szeret. Atya Isten, azért amikor a tanár leadja a rendelést, nem? Fiam ma kezd a suliban, ott állítólag masszírozni kell a rajztanárt az 5-ösért. Mondtam neki, elég lesz a 4-es. A masszírozni az... Hát, nem csak megnyomkodni a hátát. Csak hátnyomkodás. Azért az sem mindegy, igen.
Na most kitelepülésen vagyunk, János. Igen. Fizetést kapunk mi a munkánkért, megyünk, azt mondjuk, amit mondani akarunk. Amikor a hallgató odahoz egy tálca sütit, és azt odaadja neked, az megvesztegetés, hogy te mondj még ennél is jobbakat. Bár... ez azért nem jó hasonlat, mert ez olyan, mint nem hogyha... tanítod a hallgató gyerekét. Így van, egyrészt nem, másrészt pedig az olyan, mint hogyha a tanárt kérdeznéd meg, most nem engem kérdezel, aki ajándékozik meg valakit, tehát hogy... Most a tanárt kérdeztem ezzel a kérdéssel, hogy jó-e kapni? Hogy tanár úr, hogy hívják, ez megvesztegetés, ha maga elfogadja? Játszunk. Igen, most a tanár kérdezte. Hagyja válaszol, kérdezd meg a tanár. Hármas ugrás, játszunk, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, ciao. Azt nézem, de lehet egyszerűbb, ha megmondod. Csaba, Csaba, hello Csaba. Szia Csaba. Szia, Csaba, csak mondom, hogy ha esetleg hoznál nekem valamit holnap vagy holnap után, akkor jobb műsort csinálnék neked majd így külön. Jó? Tehát, hogy amikor jó vagyok, az csak neked szól, jó, mert te hoztál nekem ajándékot. Krémest, egy jó krémest, igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát azt mondja, hogy hát ha tudtam volna, hogy Csaba hoz nekem holnap ajándékot, kicsit könnyebb lenne, de így se nehéz. Igen. Na jó, van, mehetünk, Csaba? Menjünk. Így szól az első kérdés, nyakba akasztolja. Hányadik lett a legutóbbi aranylabda szavazáson Lionel Messi? Második. Igen, második. Nagyon jó. Sapka sálért szól a második kérdés. Menjünk tovább? Menjünk. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az énekes nélküli hangszeres zenét? Amiben nincs éne. Instrumentális. Így van, egészen pontosan. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Óra a tét. Morning Show Class FM-es óra. Témakör tudsz mondani, segíteni, körülírni valamit? Ezt sosem megszoktuk mondani, megszoktuk. Asztrológia. Nézzük. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Milyen csillagjegyben járunk most a nyugati asztrológia szerint? Még talán egy napig vagy két napig tart ez, ugye? Hát bevallom, hogy nem vagyok otthon annyira a témában, viszont miért? Van internetes segítségem. Három. Kos. Kettő. Egy. Nem, sajnos. Ki használja az internetet? Én magam. Ja, hogy te? Igen, volt, hát beütöd a dátumot, megnézed. Én nem, bak. Január 20-ig még bak. Hát szarva van mind a kettőnek, nem... Az van neki. Hát végül is van neki szarva. Ez igaz. Ja, hogy te ábrát nézd, nem olvasod. Az úgy. Bak, igen. Utána. Na. Mennek az ajándékcsomagok, indul. Jó? Hát ha. Oké, nézd. Figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Tiki-taki, figyelj. Ez igaz. Aztán minden segít neki. Te oda lett téve. Oda lett ez téve. Azt a mindenit. Szarva közta. Az. Nálam nem. Bilog? Nálam se a tőgyit. Hát nálam se sajnos. A rohadék. Nem adott a szoftver. Sajnálom, de hát legalább bekerültem, az is valami. És nem is kellett érte tenned semmit, látod? Így igaz. Csaba, köszi a játékot, ciao. Köszi szépen. Köszi. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt pontosan 5 perccel, jövünk Ákos hírei után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik az ág, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a meló. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 19 perce, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello, hello. Drága hallgatók. Jó reggel. A fenér elkövetett egy hatalmas hibát. Megnéztem egy képet Balázs krémeséről.
Milyen lefotóztat, mielőtt megetted? Nem, fönn van egyébként a cukrezdenek a honlapján egy kép róla, és már nem úgy hívják még, hogy Balázs Krémes, mert akár lehetne már az is a neve, mert hogy ez az egyetlen olyan krémes, amiről hivatalosan is bebizonyosodott, és tudjuk, és ezt többe is vállalta, és el is mondta, hogy neki nagyon íz lett. Ez az egyetlen, tudomásom szerint, ez az egyetlen olyan krémes. Fölvette a krémes a nevét Balázs ajánlásával. Így van. De végül is megszolgálta, tehát oda mentél te, mint ugye szakavatott zsűri, lezsűriszted, és átment. Átment a cukrászda, és átment. Nem figyeltem, a krémes néztem. Igen. Átment minden. Átment minden rostán, a minőségén is, és a mennyiségén is. Na. Gyerekek, ha csak néha elkalandozom, az csak azért csak van. Csak a tenisz, mi? Ki játszik? Rozsé. És ki az a Lou? Lou? Lou Bega. Lou Bega is, nem tudtam. Ő és közben a Mambo number 5. Rozsé játszik, gyerekek, egy nem akármilyen kis... Nagyon elegáns. Nem áll jól. Rózsaszín szedben. Kicsoda. Rozsé? Hát né, egy. Hát éppen elveszi az adogatását az ellenfelének. Nem olyan rossz az. Most egy picit már jobban áll. Igen. Van a teniszben döntetlen, hogy egy-egy. Milyen érdekes. Feri, ez... És az az AD, neked az ez mi? Azt hiszi, hogy ő adogat. Ja, adogat. Menő. AD. Aha. Mindegy, nem érdekes. Ezt hoznia kell, hát itt most kötelező. Ez valami keleti fiú, ez a Lu, ahogy látom. Igen, keleti. Nem tudta visszaadni a sárga pólós. Milyen érdekes. Honnan ismered ennek a pályának a tájolását, Feri, hogy tudod, hogy... Tehát nem a tenisz lesz a te kedvenced, halva, hogy közvetítés. Ez egyébként egyszer meghallgatnálak. Túlütötte a sárga pólós. Szakkommentátorunk Rákóczi Ferenc. Azért az nem lenne rossz. Sárga pólós fiú túlütötte kívül. Kék van. Belütött, a sárga visszaadta. Most nem örül. Nem örül, szomorú. Örül. Adogat, vissza adogat, az van. Jó, oké, pattogtatja a labdát, 2-3-4-5-5 pattogtatott. Mm, de most próbál. Megint beleütött. Miért cserél, miért rakja a zseble? Ne lopjon! Igen, lopja a labdát, nézzék már a zseble rakja. Hiszik, mert szomjas. A gyerekek, gyerekek. Aha. Na nézzük a közlekedési éreket, mi a helyzet az utakon így 9 óra után. Azt mondja, hogy már nem kérünk SMS-eket tanár témában, köszönjük, sokat foglalkoztunk vele. M1-esen 87-es kilométernél a Győr felé hajtókat Rafipax-szal inzultálják. Vézoli küldte nekünk, talán ő lehet? Vézoli? Vézolika lehet? Nem valószínű. Nem valószínű, nem. Margit híd, Budai híd, fő hatalmas dugó, mint minden reggel, ugye a rakpart építése miatt óriási káosz. Aztán azt nézem még, hogy mi az, ami friss. 196-os buszon ellenőrök vannak, és zsukülte nekünk, valamint az M1-es Győr felé 87-es kilométer körnél a felüljáróról, trafiai rendőrautóból, ezt Ferike küldte nekünk. Aztán jött még egy, nagy függetni lehet haladni, az M3-ason sor nincs, csak a leállósáv foglalt, üzente nekünk Bazsi, és M1-es Komárom Győr között autóból a felüljáró mérnek, ez pedig kutya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Zolika egyébként 553.706-ban állt meg a Balaton című dallal. Tényleg? De. Na hát az szép lett. Milyen zene szól most, köszi Marci? Mármint ami alattunk szól, vagy ami előttünk szólt? Valószínűleg ami előttünk szólt. De Ed Sheeran volt? Nem, a Dávid Getta. Dávid Getta volt. Dávid Getta volt. Engem. Mit akartál mondani? Akartál valamit mondani? Vettél egy levegőt, azt éreztem. Azt akartam csak mondani, hogy úgy búcsúztunk el pénteken, hogy egyrészt ugye te elmész a Hortobágyi Nemzeti Parkba számolni madárszámolásra. Gondolom ez elmaradt, mert hogy a héten beszélgettünk arról, hogy vajon hogy számolják a madarakat, és én utána néztem neked, hogy van ilyen program. Jó hír, hogyha most nem tudtál menni a hétvégén, megint várnak szeretettel majd. Jó, de ezeket én mindig mondom neked. Viszont úgy is elbúcsúztunk, hogy mondani fogunk esetlegesen közelítő összeget, hogy hogy áll a mi kis családunk. Ezt akkor később fogjuk mondani. Nem, mondjuk, tudunk mindent, ne viccelj, mindent tudunk, nagyon felkészültek vagyunk, a legfrissebb összeget is tudjuk, sőt olyannyira, hogy holnap bekapcsoljuk majd a családot, illetve beszélünk az egyesületnek a vezetőjével, aki megígérte, hogy gyűjt, mert hogy hihetetlen dolgokat mesél a Júli, gyere már be Júli egy pillanatra, léci, hogy ugye megint bebizonyította ez az ország, hogyha összefogásról van szó, akkor elképesztő erőket tudnak mozgósítani, és állítólag hihetetlen mennyiségben érkezett nekik a tévétől, a babaruhán, a játékon de keresztül jó. Minden, szóval, hogy már pont ott tartunk, hogy lehet, hogy meg is kell majd, hogy állítsuk Júli, mindjárt mondja a részleteket, mert hogy már túl sokan is nem tudják hova tenni, hogy pontosan, állunk. Pontosan, a család azt kéri, hogy ne küldjenek több adományt, mert hogy totál ki vannak stafírungozva, van egy csomó tévéjük, ruhájuk, holmiuk. Istenem, de jó. Többet ne, mert már nem tudják hova tenni. Ez nagyon jó hír. És
Mondjuk biztos, hogy vannak táton még rászorulók, úgyhogy azt, ha van valami szervezet, akkor gyorsan nyomjátok azt át, ami nem körbeosztják, persze. Csak ugye mi nekik gyűjtöttünk, úgyhogy úgy, nem is akarjuk ezt tovább görgetni. Ezt mondhatom, vagy ezt lőjük nem, holnap? Nem, 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 hú, várjál most itt adás technikai szempontból, holnap? Holnap, holnap, holnap. És már úgy hallottam, hogy előrelépés van házügyben is. Úgyhogy akkor, hogy holnap egy csomó minden. Holnap. Nem. Ez már önmagában is nagyon-nagyon jó hír, hogy gyakorlatilag mindenféle ruházatból, műszaki cikkekből, stb. Most már igen, fullosak. Igen, úgyhogy elég köszönjük szépen neki. Ami hozzánk bejött, azokat természetesen még persze, továbbítjuk neki. Azokat még elküldjük. Igen. De tényleg mindenkinek köszönjük, és akkor holnap mondjuk. Aztán az ügynek nincs vége, mert hogy hát akkor lemegyünk majd, megpróbálunk nekik ügyvédet szerezni, háznézőbe, elmegyünk velük, kiválasztják, tudósítjuk a beköltözést. Tehát mi mindent szeretnénk akkor ezt végigvinni, ezt az ügyet. Ugye egy olyan családról van szó, akiknek egyik pillanatról a másikra leégett mindenük, és hát négy gyerek van, és hát szörnyű, mindenük oda lett, porrá égett a házuk. Totálisan lenullázottak, sőt, ha lehet ezt mondani, mínuszba kerültek bőven. Mínuszba kerültek, igen, esélyük nincs az újra kezdése, és aztán ugye mi Erzsünk betelefonált játszani a múlt héten, kiszedtük belőle, hogy miért van rossz kedve. Elmondta nekünk a történetet, és aztán hát kezdeményeztünk egy ilyen nagy országos szintű összefogást, ami leginkább nyilván hallgatóink érdeme, abszolút nem a miénk, hiszen tényleg hát rengeteg mindent küldtek, ahogy ti is halljátok, úgyhogy akkor nem is kell most már küldeni semmit. Köszönjük szépen mindenkinek, holnap mondjuk a részleteket. Sokadik alkalommal bizonyosodott be, hogy hatalmas szívetek van, és az is, hogy legtöbbször az, akinek vagy nagyon kevés van, vagy pedig nincs. Így van, abszolút. Majd holnap megemlítjük pontosan, addig Júli összeszedi, hogy miket is kapott a család. Egyetlen kérésem lenne csak még ezzel kapcsolatban, hogy ha lehet, Feri, még küldje mellett ezt az inget is, jó? Én magunkban azt szeretem, hogy tudod, ilyen, ülünk ilyen békésen, valaki nyúl a kávéjáért kortyol, várj, valaki tudod, hogy éppen venne egy levegőt, amíg a másik mondja, és hirtelen egy olyan gyomorszájas, hogy az egyikből a másikba, Feri, semmi, azon kívül, hogy nagyon ronda. Abszolút nem, semmi. Mi a bajotok, ez egy csíkos ing. Igen, az hol az van, hogy reggel ott a kerülget a migrén, emiatt az ing miatt. Én úgy szeretem, hogy nem csak én vagyok, én ezt annyira szeretem. Mi a probléma? Most se tudok ránézni. De mi a probléma, ez egy kék. Janinak majd egy, hogyha villog a lámpa, akkor kicsit migrénye lesz, hogy én is ránézek az ilyen. Kicsit interferálok az inget. Minden nap ebbe jövök, rohadja fel egy hétig. Jön ebbe az adásszünet felé jellegű pólóba, ilyen csíkok vannak rajta. A Victoria TV-nk nézett így, amikor ez egy ing, és ahogy hívják az adásszünet, az nem ilyen. De jó, teljesen várható, hogy olyan gyomros, tudod, hogy így az ember megbotlik, köp egyet, összeesik, és még utána jön a másik, aki... Nagyon drága, kézzel varott kék. Hát legalábbis ezt hitették el veled. De nem kell mindent elhinni. Nagyon jó, jó lesz az, semmi baj, nincs baj. Baj. Állatok alá, vagy nem tudom, de hogy figyelj, csináld azt, hogy ugye már nem kell adományt gyűjteni, de hogy akkor fogjatok meg egy olyan játékot, ami nem kell már a somálok, ezt csomagold bele ebbe az inkbe, és adod a nekik. Jó, de és a akkor papának jó lesz az Jani elé, hogy egy darabig... Jó, mert hát idáig bírtam. Reggel ott a problémát jelentett ez nekem. Ha elfeküdnék, akkor a keresztbe csíkos, az nem baj? Nem, mindenképpen baj. Tényleg zavar? Aha, te rohadtul. De egy nagyon jó minőségű. Azt tudom, mert olasz. Rossz minőségű, amit nem szoktál magaddal felvenni. Most már. Anyagában. Nem volt ez így néhány évvel ezelőtt? Igen, az anyag jó minőségűek voltak, csak mondom. Hát azért az a Danubiusos korzakó, de azért az... A korzakó is lehet jó minőségű. Az egy angol korzakó volt. Hát inkább gondolom örökölted valahonnan, nem? Nem, az egy nagyon jó egy angol tweed zakó? Egy tweed. Emlékszem, hogy először megláttalak a Danubiusba ebbe a zakóba. Tudtam, hogyha én itt fogok dolgozni, súlyos beszélgetéseim lesznek. Ő ne legyen itt. Aztán erre a beszélgetésre sose került sor. De láttam, hogy elindultál így az úton. Tényleg? Akkor várj, magam elé tartok. Lehetett volna másba is nyomni azt a jó minőségű kotont. Letakarom magam újságpapírra, jó? Csak akkor nem fog így. De nem érdekes, már bevettem egy, hogy hívják, egy kálciumot. És egy bananót. Ja, hát én nem tettek arról, hogy valaki ilyen érzékeny. Gyerekek, hát ez nincs ez a baj. Nem, hát. Tényleg drága volt, Feri? Nagyon lehúztak? Nem húztak le, csak kifizettem az árát. Várjál, most már laptoppal takarom magam. A laptoppal sokkal jobb. Te egyébként tényleg? Na mindegy, hát jó, hát. De biztos ajándék volt. Tehát a Jani tudott volna belőle venni egy Dacia Duster? Kettőt. Na, gyerekek, csak hogy hova jutottunk igazából?
Egy weboldal azt mondja, hogy tiltsák be a különböző gyerekdalokat, mert hogy rejtett szexuális tartalom van a dalokban, és hogy milyen szörnyű, amikor mi szülők ezt énekeljük a gyerekeknek. És azt mondja, hogy ezeket a dalokat egyébként be kellene tiltani, vagy hát legalábbis észre kellene venni a rejtett szexuális tartalmat a különböző gyermekdalokban. És fejtegeti azt, hogy miről szól a bujbujzöldák, az ég a gyertya, az elvesztettem zsebkendőmet, a helyjancsika jancsika, miért nem nőttél nagyobbra. De az nem zavarja ezt a weboldalt, hogy ezt mit én 100 éve éneklik az emberek a gyerekeiknek? És fölnőttünk úgy mi is, hogy bújbúj zöldek, zöld levelecske? Fölnőttünk szerintem, mi nem is tudtuk gyerekként, mert nem hallottuk bele. Szerintem sok szülő se tudta, de ma nagyon szórakoztató a cikk egyébként, még ha nyilván nem is gondolják ezt annyira komolyan, hogy tényleg be kell tiltani ezeket a dalokat. De elmondja, hogy a bújbúj zöldek, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, az pontosabban mit jelent? Mert ugye te látsz egy fiút, meg egy lányt, hogy kinyitja a kaput, és akkor át lehet bújni alatta, vagy mit jelent az ég a gyertyaig, és leírja. Hát, ez az internetes sport. Ez a serdülőkornak a szinonimája, nem? Bizony. Ez az első kapcsolatra utalhat. Zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu. Jancsika, Jancsikát megértem. Jó, sokat hallottad. Gyűlölted, mi? Hey, Jancsika, Jancsika, miért nem... Nem nőttél nagyobbra. Miért nem nőttél nagyobbra? Ez azt jelenti, hogy egy férfi áll a zuhanyzó alatt magára néz és énekel magának? Igen, hey, Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Igen, magamnak énekelek, mert valójában ez egy nagyon szomorú dal. Hát ezt én is énekeltem, amikor kicsi voltam, hogy Jancsi, miért nem nőttél nagyobbra, de nem jutott eszembe, viszont most már így, hogy hey, Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, most már értem, hogy ezt magunknak is énekelhetjük. Várjál, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona. Ugye ott ez a szöveg, nem, nem, ott nem, a katon... Nem, volna Julcsiba. Úgy már igen, úgy értem. Nem, hát tudod, hogy mi van. Hogyha nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, az azt jelenti, hogy akkor te katonaként, emberként, férfiként... Meg mit csinál ugye, a katona? Jól, jól tudsz teljesíteni. Na, fejtsük meg, tessék. Bújbúj, zöldág, zöld levelecske, anélkül, hogy ránéznénk a cikkre. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Hát az aranykapu lehet a megoldás, hogy az a szexuális tartalom benne, nem? Tehát az lehet a női nemi szerv, az aranykapu, ahova be kell bújni. És akkor bújbúj, zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Ez rajta, azt jelenti, hogy kinyitott az aranykapu. Így van. Megérett a leányzó, tessék gyorsan elvenni az ő ártatlanság. Most direkt én nagyon finoman fogalmazok, és ezzel finom fogalmazásra szólítalak fel benneteket. Jó, ezt tettük. Hogy kinyílott az aranykapu? Megérett a leány? Zöldág, zöldág, az egyenruha is zöld, akkor ez egy katonai bordé. Kimenőn vannak a katonák, és hajrá minden bele, mert na jó, vissza akkor... kell menni, csak rövid eltávban. Rajta, rajta leszakadt a pajta. Bennmaradt a macska. Megkötött a gipsz. Bennmaradt a macska. Kovász került a cipóba? Igen. Tehát rajta, rajta leszakadt a pajta, az azt jelenti, hogy bennmaradt a macska, vagyis baj van, mert 9 hónap múlva nagy baj lesz. Igen, érkezik igen, a gyermek. Igen, igen, míg a leszakadt a pajta, nem az, hogy akkora lendülete volt a bulinak, hogy egy nagyon jó eseményen van túl a páros, érted? Hogy még az ágy is leszakadt, még a szomszéd is rágyújtotta, ahogy szoktuk volt mondani, viszont a macska meg benn maradt, tehát megkötött a gipsz. Tehát ártalmatlanul énekelette ezt a gyermekednek, aki 3 éves is altatott, hogy bújbúj, zöldek, zöld, nyitva van az aranykapu, és közben terpeszben áldogáló tinilányokat kell magad előtt látni, akiket egyébként szomorú, sanyarú módon 18 évesen teherbe ejtenek, és ez a dal erről szól. Nem, ez már a tragikusabb része. Na azt mondom, hogy ez a tragikus, de akkor hogy lett ebből gyerek dal? De ez nem tragikus, ez most a mi értelmezésünk. Amikor ez a dal született a 18-es lánygyereknek, már ez volt a feladata. Nem, így van, ebben igazad van. Érted? Ez egyáltalán semmiféle utalás nincsen abban, ebben a versben, hogy ezek serdülő lányok lennének a fiúk. Serdülő, de a lányok azok lehetnek már nők, asszonyok. Hát de zöld ág, zöld levelecske. A férjük és jó, csak zöld, tehát az... most érett me. Be. Igen, ma ez zöld ág, a zöld levelecske, az friss. Zöld ágon van zöld levelecske, tehát ez egy serdülő legény, de mondom, aki az aranykapu, akihez az aranykapu tartozik, érted? Aha, tehát ő már a zöld ágon a zöld levelecske, az az én levelem, a zöld levelecske. Igen. Így van. A zöld ágamon az a kis levél. Zsengerügyed. Tehát a zöldág, zöld levelecske az én vagyok. Azt te vagy magad. De ezek akkor gyerekdalok voltak, amiben beleképzelünk valamit, vagy klasszik, felnőtteknek írt, felnőtt dalokból csinált 200 évvel ezelőtt valaki, csak egy gyerekdalt, és azt mondta, hogy itt vannak ezek a tinédzserek, akik atomra szexelik egymást, énekeljük ezt a gyerekeknek, hiszen úgy, hogy lett ebből gyerekdal?
Uh-huh. Értitek? Azért, mert a szülők voltak, akik megtanították a gyerekeknek, és a szülők mindig ott voltak ezeken az alkalmakon, és akkor egymásnak kacsingatva, igazából egymásnak üzentek, miközben a gyereknek tanították a dalt, azért átnézegettek a másik oldalra, és akkor... Látták. És akkor... Jó. Ég a gyertya, ég el ne aludjék. Csak aki lángot látni akar, mind legugoljék. Na tessék. Aha. Mi ez? Ég a gyertya. Ugye, te tűzben van a gyertya, aha, azt mondjuk. Kanos vagyok. A gyertya maga az ég a gyertya, ugye, mennék. Már maga a szimbólum, aha, is a gyertya. Rángol a kanócom. Érted? Na de ez milyen képzett társítás. Rángoló kanóc, egy ránéztek egy gyertyár, és arra jut eszembe. Az jut eszembe. Erős izgalmi állapotba kerül egy férfi. Így van. Hát aha, teljesen ugyanaz, ugye fallikus szimbólum, és a lángol az egész, tehát hogy... Izzik. Izzik. Maga a vágy izzik ugyanakkor, tehát hogy mennyire dupla a dolog. A puskacső vége is izzik. A puskacső vége, meg hogy maga lángol az egész, aha, szerelemtől és vágytól átitatottan. Na, aki lángot látni akar, mind legugoljék. Hát ugye... Na, de most, ha én izzom, mint puskacső. Igen. Te ahhoz, jössz hogy... megnézni engem, és te legugod. Hanem... Ja, értem. Ja, értem. Te jó Isten, és én ezt ennyiszer énekeltem, igen, a saját gyerekemnek. Jön a te párod. Bizony. Lángot akarsz látni. Lángot. Na, guggoljál le, édesvágy. Essé, térdre, aranyom. Azt a mindenit, hát ezek ilyen perverzek, mert azt én tudtam, hogy a népdalokban azért sokszor van vicces, játékos, szexuális utalás, ugye, hogy ezek ilyen kis huncut kis dalocskák. Egy, ezért mondják, hogy térdre kanóchoz. Aha. Tehát megyek haza, és a Viki azt énekli, miközben zuhanyzom, hogy hey, Jancsika, Jancsika, miért nem? Akkor én meg azt hát énekelem, az hogy ég nem, a gyertya, ég, erre aludjék. Aha. Hogyan szólítsd fel a te párodat, nem, miközben nem, gyerek van, de várjál, a közelben, hogy te már kívánod az aktus? Ha hey, Jancsikát énekli a Viki sírástól elfúló hangot, hát akkor nagy a baj. Akkor az más. Na ezt mondom, hogy én zuhanyzom, otthon bejön a Viki rám, és azt mondja, hogy hey, Jancsika, Jancsika. Akkor ne arra gondoljak, hogy készül a gyereket altatni, hanem hogy üzen. Igen, bizony. Hogy viszont én tudok neki üzenni az ég a gyertyáig. Van még ebbe, várjál! És akkor, ha most az egyéves gyerekem születésnapján énekeljük majd az ég a gyertyáiget, akkor mindenki nézzen furán a másikra? Mikor az anyósom elkezd énekelni nekem, hogy ég a gyertya, ég, el ne aludjék, és én meg térdre sem tudok. Kacsint egyet. Mama, valami a szemében? Mama, rám kacsintott? Fönt alszom a vendégszobában. Ha már ajányom, lefeküdj, gyere föl, aranyom. Nem vagyok a madzárdba. Balázsám, tudom, hogy a lányom korán fekszik, de én sokáig fennmaradok, és korán kelek pirkanatkor. Á, jobb oldalt fekszek. A boiler mellett. Elfújnám a gyertyádat. Csukva van a szemem, ne riasszon el, gyere nyugodtan. Aha, szóval, hogy ezek ilyen pervezek. Nézzük a következőt, tessék, magyarázzatok meg nekem. Boci, boci, tarka. Se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapunk. Na, ebben nem érzem a szexualitást azért. Nem. Hát ennél direktebb mondom, semmilyen gyerekvers nem utal arra, hogy érted. Se füle, se farka. Tök durva. Most elolvastam és azért belegondoltam, mondom, ez nagyon durva. Így nincsen, ezt nem kell magyaráznunk. Boci, boci, tarka, figyelj. Aha, se jó. Füle, se farka. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Ennek a bocinak nincsen. Nincsen farka, Feri, tehát oda kell menni, ahol van. Én pont nem ezt olvastam ki belőle. Na. Hát én nem tudom. Nem a farok a lényeg, mint a boci farka, hanem az a lényeg, hogy ne kezdjél nőkkel, akiknek nincsen mellje. Hát a kutyafáját! Hiszen boci, boci tarka, aha, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, tehát nézd azokat a nőket, akik termékenyek, széles csípő, nagy mell, mert szoptatásra alkalmas. Termékeny anya, ott kapsz tejet, tehát menj, találj egy olyan nő gyermekem, aki termékeny. Az a baj, Balázs, hogy annyira rajta van ezen a vonal. De te nézd! Csecsemő van otthon. A női domborulat, se füle, se farka. Bízd a, figyelj, bízd. Hát ha füle sincs a nőnek azért az... A józan prolézre. Na, inkább mond. Ebben az esetben hagyatkozhatsz. Tehát, hogy van egy olyan boci, akinek nincsen farka, tehát nem áll rendelkezésre elég mennyiség, viszont füle sincsen, nem hallja meg, hogy mit mondanak róla, nem érdekli. Ő egy olyan helyre szeretne menni, ahol van... Akkor kimegyek, én férfiként megyek, vagy én nőként megyek? De egy férfinek nem lehet egyszerre mind a kettő, tehát vagy tej van, vagy... Nem, ez szerintem... Ez itt nőjének el férfinek? Tehát nő a boci, vagy férfi? A boci az egy nő. Szerintem itt egy olyan nőről van szó, aki enyhén szóval is kikapós.
nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak, tehát nincsen füle, viszont szüksége van tejre. De miért azt oda megyünk lakni, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, ez olyan, mintha két így van. Férfi bika beszélgetne, hogy hagyd ezt a bocit, hagyd ezt a tehenet, menjünk inkább egy másikhoz, mert ott van a termékenység, nem? Ugyanakkor jó János megközelítése, mert ugye a tej ez egy drágább dolog volt, annak idején nem volt. Hát, ez kincs volt. És akkor ő a megélhetési nő, nem hallja meg, hogy róla az beszélik, hogy csapodár, de oda akar menni lakni, ahol van tej, tehát ahol van pénz. Bizony. Nem rossz. Uh-huh. Bizony. Hát meg egyes értelmezésük szerint ez sűrített tej. Uh-huh. Jó, érdekes. Jancsika, nőttél volna nagyobbra, Dunáról fúj a szél, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, aha. Dunáról fúj a szél. Hát ezt, ugye te ezt elég sokat hallottad? Persze. De ilyenkor volt úgy, hogy azt énekelték neked, hogy hely Jancsika, nőttél volna nagyobbra, és azt mondtad, hogy hát én már nem is nőttem, azért nézd meg ezt! Mert ugye itt a kis Jancsikáról szól, nem? Betévesztem meg, hogy hát találok? Ez hogy van akkor? Ez? Itt miben tudjuk? Itt a kis Jancsikáról szól? Kis Jancsika van, ugye? Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona. Akkor mindegy... Akik vigyázva állva masíroznak. Mit csinálnak a katonák? Őrt állnak, vigyázba állnak, délcegek, kiúzzák magukat, egyenesek, szép szálak. Hát az összes ilyen dalban ilyen utalás van. Bizony. De mit énekeltél a gyereknek régen? Énekelgettél? Hát ezeket igen. Na hát akkor szép világ lesz. Hát figyelj, tanulja meg. Én mondom, amúgy a múlt héten beszéltünk a svéd oktató rajzfilmről, igen. Én azt is szeretem. Azóta azt az énekel. Jó, az is jó. Hát nem tudom, én egyet énekeltem csak neki, az Csodaországban című nagyszerű kis könyvben volt benne, egy altató dal, az volt a szövege, hogy tente baba, tente, aludj anya szentje, ne prüsszögél, ne öltöz, odaváglak én a földhöz, azt a teremtette, én ezt énekeltem. Az is szép egyébként. És van a nyusziul a fűben, az is van fűnek például, nem az ismerem, ugye? Nyusziul a fűben, igen? Ülve szundikálva, nyuszi talán beteg vagy, hogy már nem igen. Is ugorhatsz. Nyuszi Jézus, Atya Isten, tehát a nyuszi leült a fűbe, és a nyuszi már nem tud ugrani. Há, mert igen. A nyuszinak már nem beteg. Megy az ugrás. Bizony. De beteg. Beteg, és nem kaptak rá megfelelő ecsetelés. Tehát egy fáradt nyúlról éneklünk az. Valójában, amikor hát ezt énekeljük. És füle farka. Aha. És a nyuszi már nem tud ugrani. Nem tud. Talán beteg. Beteg. Gyerekek, hazamegyek, az összes mesekönyvet átnézem. Már nem azért, hogy nem olvassam neki, de hogy nem azért, hogy hátra tadulok még olyan. Nyuszi, talán beteg vagy. És a tavaszi szélvizet áraszt, hát az is. Hát tavasszal, amikor mindenki... Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, minden madárt áraszt. Mit? Tavaszi szél vizet áraszt. Inkontinensekről? Igen, ez kicsit mindenki magára veszi ezt a dalt. A tavaszi szél vizet áraszt, aki kimegy pisilni kétszer éjszaka, már magára veheti. Tavaszi szél vizet, tehát jön a tavasz, hát, és ismerkedni és akarunk, jön a szerelem, igen, és mindenki beindul. Buggatott hangulatba kerül. Hát ez egyértelmű. Hát gyerekek, más szemmel nézzük ezeket a dalokat, hát, nem? Átértékeled, mi, hogy melyiket énekeled. És a kerekecske dombocska. Itt szalad a kerekecske dombocska. Itt szalad a nyulacska. Itt van a csiklandója. Az nincs meg? A csiklandója. Ez jó, ez már viszi, ezt nekem sem mondták soha. Tehát, hogy így, itt van a csiklandója. Ezt így ebben a korában nem? Gondoltátok. Nem, annak van egy ilyen folytatás. Most nincsen meg a szöveg. Valaki írja, hopp Juliska, hopp Mariska. Az hogy van? Hopp Juliska, hopp Mariska. Hopp Juliska, hopp Mariska. Így van? Egyszer táncba viszik, igen. És ráadásul, na most az a baj, hogy Juliskát és Mariskát egyszerre szólítja meg a férfi ember, és viszi őket táncba. Tehát egy swingeres vágya. A rohadt. Nézd, meg éneklem a gyereknek, hogy hopp Juliska. Érted, meg azért írták, mert swingeres. Milyen világ ez? Minél több horog, annál több hal. Gyerekek. És nem tudom, ültek a fonóban, és akkor jött egy pont, amikor ezt így elkezdték. Szerintem igen. És lehetett tudni, hogy akkor innen... Az, hogy ezek felnőtt dolog, amik gyerekdalok lettek, de hogy a célja, az értem, és a születés az így alakult, igen, hogy felnőttek legálisan megénekelhessék a saját, igen, vágyaikat, frusztrációikat. Most, ami a legdurvább, az a csigabiga. Gyereki. Na már, csigabiga, gyereki, igaházad ideki. Kapsz tejet vajat, hát... Na jó, nem. Ezt a Noelnek szoktam énekelni. Nem. Jó, de hát akkor ez... Paprika és Bodnár Attila klasszikus, a Csovi-Csovi Jasper. Hát az már hagyd ne tudjam, hogy ez a paprika... Az a papritának a Csovi-Csovi akkor. Aha, akkor ott kicsóvált, és mi? Ki az a Jasper? Igen, Jasper. Vörös Sándornak van a Csiribiri, és abban egyébként tényleg az öregről lehet tudni, hogy nagy kujon volt. Hát ő nagyon, nagyon csalózott. Ez a négy sorot, Csiribiri, Csiribiri zapszalma, négy csillag közt alszomma, az, hogy berúgott az öreg, nem mert hazamen az asszonyhoz, és ránézett a két ló az istálóba, négy szem.
Ez azt jelenti. Befeküdt kicsit a szalmába. Hullarészek. Tehát ezek így írottak, amit mi a gyerekünknek ugye olvasunk, hogy csiriviri, csiriviri, hullamátó részek volt, és nem mert hazamenni, mert tudta, hogy olyat kap az asszonytól, akkor a betyárót, imádom. Olyan sztorik vannak róla, az összes gyerekverse, ő nem szereti a gyerekeket egyébként. Így többször nyilatkozta, ő a gyermeki léleket megérti. Halál jó arc. És hát ő így élt. És ezek a gyerekversek a legklasszabbak. Szent meggyőződésem egyébként, hogy aki gyerekeknek ír verse, gyerekeknek énekel, és 40 éven keresztül idegesítő, őrjöngő gyerekek előtt lép fel színpadra, az egyébként a hétköznapi életben gyűlöli a gyerekeket. Tehát ez 10-ből 8-szor, én ebben egészen biztos vagyok egyébként. Ide tartozik akkor az Alvazelekre és a Grillus család. Na jó, van 3-4-10 van, pontosan jövünk egy perc múlva a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, még jönnek a meseötletek, de sajnos ezeket már nem tudjuk átvenni. Illetve mondókák, énekek, igen, itt van az aranykapu, ezt egyébként megbeszéltük, ezt Évi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, Feri reggel felvetett egy közlekedés elméleti kérdést, igen, ami tulajdonképpen gyakorlati kérdés, megvitattuk, hogy mit kell csinálni az embernek autópályán, belefutottál egy szituációba, és ugye nyilván mindenki vérmérsékletéhez képest old meg egy-egy szituációt, nem mindig azt nézzük, hogy mi az irányadó szabály, hanem az ember dönt. És hát te is döntöttél, próbáltál valamit megoldani, illetve helyetted megoldották, és azt beszéltünk, hogy igaz vagy nem, jogos vagy nem jogos, igen. Erről beszélgettünk. Valamint szóba került oviban, illetve suliban az ajándékozás, ki ad, ki nem ad, mikor adunk, a mi feladatunk kell, egy közöset kell venni, külön kell venni, erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. 4 perc múlva pontosan 10 óra, hívjuk a nap hallgatóját, gyorsan. Sárga trikós fiú, egész erősen meg lehet fázva, törögeti az órát, nincs neki papír zsebkendője, ezért a kezébe törli, szegény anyukája nem segített rajta. Ha valaki nem tudná, Feri teniszt kommentál Roger Federer. Ajja, ő az. Imádom, hogy tenisz közvetít, ez nagyon jó. Morning Show! Abzon! De jó vagy! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, hello! Várjál, azt hiszem. Nagy megtisztesztetés az nekem. Hát nekünk is. Jó, ti írtál, ennyit csak a titok egyébként. Hát beugrott, de amúgy van benne valóság, ez való igaz. Jó, Anna tárcsázta a számodat, fölhívott, majd angolosan távozott. Igen, tehát fogalmunk nincs, hogy mit írtál. Fogalmunk nincs, hogy mit írtál, Anna szokta itt adni papíron, ne, amit választunk. Itt vagy. Nem írtad alá, hogy hívnak? Lőrinc Robert. Robi! Hello, Robi! Na, mit írtál nekünk, mint naphallgatója? Ugye arról szólt az SMS, hogy ki hogy vesztegetett meg már tanárt, vagy pedig kinek a szülei próbálták elérni a tanárnál, hogy jobb jegyet kapjon. Hát figyelj, én ezt röviden elmesélem nagyon gyorsban ezt a történetet. Én Romániában élek, magyar cégnél dolgozok kamionon. Hát ez úgy volt, hogy a határ melletti faluban lakok, ott mindenki magyarul beszél, nem nagyon vágjuk a románt, és én sportsuliba jártam, és akkor bekerültem román iskolába, ott nagyon nehéz volt a tanulás. Úgymond, hát nem tudtam románul. És akkor ugye bár ottan mindig kellett csúcsúigatni a dolgokat, hogy egyik évről a másikra. Igen, és mit csinált az anyukád? Hát most is látom magammal, hogy mikor jött a kis tarisznyával, megpakolva a kis csomag a matek tanárnéninek, aztán hát meleg volt, a fagyasztott tyúk már szegény már olvadt a plászába. Édesem, tehát édesanyád úgy vitte a fagyasztott tyúkot, hogy a szacsorból folyt a lé. Hát már sepeget, persze, hát úgyhogy már a szegény végül keresgélt a matek tanárnéntől az olladásnak indult. Jaj, szegény. Figyelj, és mi lett a vége? Átmentél, vagy megkegyelmezett? Hát persze, simán. Problémamentesen. Tehát megérte akkor azért a tanárt kicsit jobb belátásra bírni 4 kiló fagyasztott tyúkkal. Hát persze, áll anyukámnak, hogy tudta, hogy mi kell nekik. De helyesen van. Jól van, teretél a naphallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Tetszett az SMS, így láttuk magunk előtt ezt a szituációt, hogy mama megy kopogtatva ajtóról ajtóra, osztályról osztályra, hogy hol van a matek tanár. Én is láttam ezt a dolgot magam előtt, ez annyira röhelyes volt, hogy... Hát egy szülő mindennek. Én megmondom, hogy én is reménykedtem benne, hogy még valamit elírt el az SMS-e. Na látod, te lettél a naphallgatója. Köszönjük, hogy minket hallgatsz, és küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, üdvözlektek, minden jó. Hello. Ciao, ciao. Minden a titeket hallgattak. Köszönjük szépen. Hello. Csabi, Kámi újság, milyen volt a hétvégem? Jó reggelt, szevasztok. Húzós volt, képzeljétek el, hogy pénteken egy ilyen utolszilveszteri koncertet tartottunk kicsiny zenekarommal.
És úgy döntöttünk, hogy most belevágunk, mert mindig reklamálnak a rajongók, hogy rövid, olyan hamar befejezitek, és most eljátszottunk egy 2,5 órás koncertet. Már te is untad? Jó, hát azért unalmas nem volt, csak az volt a baj, hogy kevés levegő volt a helyszínen. Így aztán én még ma is kóvályogni fogok szerintem. Ez nagyon megvisel már engem. 2,5 órát végigugrálni meg. Hát meg idősödő rockstarok, így van, öregcünk. Ennyi. Jó van, mik a zenék? Remek zenék, gondolom. Van a Sam Smith, aki ugye arról vált igazából híressé, hogy úgy énekel fejhangon, mint senki más. Sőt, én először még nem is láttam őt, addig azt hittem, hogy ő egy ilyen fekete bőrű énekes, ők szoktak ennyire jól. Nem, ő egy korrekt fehér énekes, aki úgy hozza ezt a feka vonalat, mint tényleg senki más. És képzeljétek el, hogy nyáron bekapcsoltam egyszer csak a tévét, kiderült, hogy a HD csatornák között van egy zenecsatorna, ahol csak koncertek, meg ilyen fesztivál részletek vannak, és ott elkaptam egy koncertjét neki, és gondoltam, na majd most én megnézem, hogy ő hogy nyomja ezt élőben, stúdió minőségben. A csávó úgy énekel élőben, hogy hihetetlen, nagyon jó, Sam Smithnek hívják, és van most egy új maxi, a Like a Can, ez a címe. Tök jó. És milyen körülötekét olyan fizet elő a tévés csomagokra, hogy hát nem tudod, hogy milyen csatornák vannak benne. Fogalmasabb volt. Zenecsatornákat már nem tudtam nézni, mert nem volt rajta sok zene, de aztán kiderült, hogy az egyiknek, az M-mel kezdődőre végződőnek, van-e a HD-n egy olyan, ahol tényleg zene van. Tehát nem csak ilyen fiataloknak, meg tiniknek szóló sorozatok. Úgyhogy azt nézem rendszeresen. Jó minőségben, természetesen. Jól van. Na, meghallgatjuk akkor ezt a remek kis zenét. Jó. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma. Jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.